8 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hello Feri, hello Jani, hello, szevasztok, hello drága hallgatók, itt vagyunk, megjöttünk, hideg a reggel, csípős, 6 fokot mértem a kocsiba, azért az nem... Az igazából nem sok, úgyhogy hát tessék jól felöltözni. Nem túl combos, még készülnöm kell a holnap estére. Ugye Palázsék meg fog csövezni, hogyha valaki esetleg nem tudna, nem hallotta volna. Ott verem fel a kis sátramat, hát megvan készülnöm a sátor? Kell. Szélálló? Esőálló? Figyelj, egészen konkrétan, ha már így kíváncsi, tudom felé, hogy te számodra fontosak a részletek, úgyhogy elmondom, hogy zuhanytesztel 200 mm per óra vízzel, ami egyelő a trópusi esővel, és terepen is le lett tesztelve. 50 km per órás erősségű szélnek áll ellen, és a férőhelyek száma 2. Tök tehát, jó, 80-at ígértek holnapra, na, csináld. Fiát, csak találok ott valami szélárnyékot, tehát a japán cseresznyéknek az árnyékában. Lesz a szélárnyék. Eső is lesz, mert menni fog a locsoló. Úgyhogy nagyon jó. Készülj. Viszek nejlont, valami, hogy hívják, nem tudom, hogy ütőszekrény vásárlásból megmaradt, azzal vízhatlanná teszem az alját. Bár azt ígérik, mondom, hogy vízhatlan a sátor, tehát hogy nagy gond nem lehet, de én minden esetre készülök ilyen kis szükségmegoldásokkal. De cuki. Nagyon cuki. Ilyen zöldet vettél? Igen. Jó. Nem, mert... kéket egyébként. Ja. Kéket, meg most gondoltam a gyerekre is, hogy hagyjaték, mert ne dobja már ki, mert minden nem zöld, meg keki. Legyen valami más. Úgyhogy kék. Tegnap elmentünk, végignézgettem szakmai szemmel, anyagi oldalról is természetesen megvizsgáltam a dolgot, hogy azért... Megítér egy este. Hogy ez a projekt ne kerüljön túlságosan sokba, de mondom, egy nagyon jó kis ilyen kis sátrat vettem, és a biztonság kedvéért tényleg két személyes, tehát hogyha esetleg a hostess lánya közül valaki úgy gondolná, hogy ő is korán akar beérni, és nem akar sokat utazni, akkor... Pont van hely. Így van. Pont van. Azok a hostess lányok lesznek, akik mindig? Ja, gondolom, hát igen. Akkor így jöhetnek ott aludni. Nem kéne a Balázsnak beszállni. Két személyes, de talán hárman is elfér. Nem kéne beszállni a buliba pénzügyileg. Hát azért mégiscsak te mész oda, vendégül kéne, hogy lásd, nem, hát de nem engeded be. Te várjál, ja, mondjuk nem hívtad, az is igaz. Nem hívtam, ha jönni akar, mondtam, hogy jöhet ott a kert. Persze. Úgyhogy... Meg nem fizetek, van. Nem fizetek helypénzt, érted? A vízesre fizetek, tehát hogy ő a helyet hagyja meg, ja, a vizet. Ja, oké. Mondjuk a vizet a jó Istentől is kapni fogok, ahogy néztem. Lesz eső bőven. Lesz, azt mondják. Azt mondjuk, de péntekre viszont már jó időt mondanak, ami meg tök jó. Tényleg? Aha. Azt mondják, hogy melegebb lesz? Mondja, hogy igen, hogy pénteken jobb lesz, mert emelkedni fog a hőmérséklet, például egészen 6 fokig. Ó, emelkedik. Igen, én azt látom, hogy péntek már napsütés 13 fok, szombat 14 szikrázó napsütés. Picit probléma, hogy -2-t mond a legalacsonyabb hőmérsékletre az ország egyes tájára. Remélem, az egyes tájára ezek nem arra, nem ott Török Bálint magasságában van. Nem lesz. Ahol Balázsék lesz, nem? Nem lesz, hogy már. Meg a tiéd az hegyvidék, nem mélyföld. Hegyvidék nem. Ott nem. Ott csak egy pár fokkal van mindig hidegebb. Persze, úgy, nem is érdekes. Viszont nagyon jó, mert örültem, mert a sátornak a leírásában ezt is megtaláltam, azt mondja, hogy mutasd csak, hol vagy csak. Na, itt lesz valahol. Azt mondja, hogy mérsékli a meleget. Nagyon jó. Nagyon hát a szél az ugye mindig. Nagyon jó, persze. Tehát, figyelj. Mérsékli a meleget? Igen, mert alapvetően ez a sátor... Igen, fos a hideg szél nélkül. Bocsánat, de így van. Így mondjuk vidéken. Mérsékli a meleget? Ezt találtam a leírásban, ennek nagyon örülök. Persze, az jó, nyáron. 40-35-re, az finom. De most így ebben a... Most a 8-at fogja mérsékelni, -3-ra. Nem, minden rendben lesz egyébként. Kis gázégő. Azt mondta Balázs, hogy ez van, mert viszik nagyon szívesen. Gázégőm nincs, azt nem mondtam. Na de a lámpám van. A lámpa van, de nyársolási lehetőség van. Nyársolás van, tűzrakási lehetőség is van. 50 km-es szélben megnézem. Így fogja fölvinni az összes parazsat a házadra. Először meggyújtjuk a tüzet, aztán megnézzük a szélirányt, és annak megfelelően fogom elhelyezni a sátrat is. Nehogy az legyen, hogy lobogó hajjal ébredek, vagy hajhelyjel. Hát bizonyos szűk mesdjén adok majd neked egyfajta letelepedési engedélyt. Mindig lesz letelepedési engedélyt. A kerítésen kívül. Bárhova nem verheted azt a sátrat. Hosszabbítót vigyek? A hősugárzóra? Van hosszabbítom, ha kell. Jó, na, az jó. Mert van ilyen pici kis hősugárzóm is, azt is viszek magammal akkor, hogy legyen benn valami. Ez meg fog gyulladni ott a sátorban. Ez ki fog gyulladni, ez nem jó. Hát vagy fázni fogok. Miért nem ilyen meleg fújót hozol? Vagy fázni fogok is. Azt viszek. Ja, azt tehát jó. Olyan típusú, tehát ez a meleg levegő fújó, csak mondjuk egyelőre tényleg azt nem tudom, hogy ott őrizzem, és melegbe, vagy pedig hidegbe, és aludja. Igen, ez a nem mindegy. Félsz, hogy meggyulladsz, vagy az, hogy nyugodt a hidegben? Hát ezt neked kell eldönteni. Beninek mondtad már? Még nem. Ott lesz egy bácsi a kertben, ne ijedjen meg, ha kinéz. Igen. Este kibotorkász szegék a WC-re, kinéz az ablakon, azt látja, hogy itt egy bácsi csapkodja magát. Tornászik. Két oldalról. Tudod, hogy picit melegeti magát benne.
Még nem mondtam, de felkészítem. Felkészítem. Jön. Hányra jössz, azt tudod már? Figyelj, az lesz, hogy valamikor ilyen korai este fogok érkezni. Elég sok csomaggal jár ez a dolog, úgyhogy nem vállaltam meg most, hogy átgyalogolok hozzátok. Úgyhogy egy takkercseket majd kérek a csajoktól, és akkor szépen átmegyek. Nem kicsi a pak. Hát ugye sötétben... A sátor? Igen, először gondoltam, hogy át BKK-zok hozzátok, de... Hát sátor, hálózsák, kis edény, amiben melegíti a tejácskáját, azért az... Uh-huh. Jó, de matrac, még világosban tudom. Kell átmenned. Persze. Tehát az meg 4 óra. Már 4-kor ott lesz. Ne, 7-ig világos van. 7-ig, 8-ig világos van. Nálatok. 6-ig átérem. Már fejlámpát viszek, tehát hogy mindent látni fogunk alapvetően. Érted? Feloldod a kinti lámpákat, egyébként rajtam lesz fejlámpa, tehát hogy én ott tudok majd közlekedni a kertben. Én ott el leszek. Jó, gittelni nem gittelhetsz a kertbe, akkor ki kell kuporodnod a kerítés elé. Jó? Tehát csak mondom, hogyha rád jön, akkor... Viszek ilyen mikros dobozokat. Ezt is hazaviszem. Na, az jó. Tehát minden szeretném, ha eltakarítanám magad után. Úgy találnám ott reggel. Minden rendben lesz. Pénteken reggel a kertet, hogy minden rendben legyen. Mondjuk nem tudom, hogy meddig tudsz majd aludni, mert össze kell pakolnod magad után. Tehát lehet, hogy jobban jársz az otthonalvás. Csicsacsátor. 2 perces, 2 óra, 2 vissza. Így van, ha megtalálom a sötétben a szövegeket. Idegenforgalmi adott ne feled, írek hallgatók, jó? Semmi. Tehát, hogyha becsöngetnek, akkor majd arra én mondok valamit. Elzavarom őket, hogy befizetted az idegenforgalmi adót. Azt mondjuk, távoli rokon vagyok. Távoli rokon. Akit nem engednek be. Igen. Balázs legalább a garázsba enged be a szerencsét lányt, nem lehetsz ennyire szívszerelni, Kriszti. Semmiképpen, Kriszti. Ez egy nagyon jó felvetés, de biztos, hogy nem. Ott autók állnak, nekik meleg kell. Az érték. Még összekarcolja, az autónak fontos, hogy melegben. Nekem nagyon fontos, hogy reggel én meleg autóba üljek be, és akkor úgy induljak a kitelepülésre. Tehát itt van egy sorrend, úgyhogy... Én beengedném a garázsba, de akkor ki kéne állni az autóval. Aki állok az autóval, akkor reggel hideg autóba így szállok van, be. Hát, most azért minden nem várhat szóval el a Jani. Azért ne legyetek velem csak egyetlenek. Basszus, hát azért hát most komolyan persze. Mondom. Hát egy hideg autóba beülni reggel. Figyelj, ti mikor rakjátok ki a kukákat? Pénteken. Pénteken, jó. Az akkor péntek, meg is csinálom. Akkor reggel. Megyek. Húzd meg kinek. Péntek reggel van nálunk kuka ürítés, és havi egyszer viszik a szelektívet. Az nagyon jó, akkor kihúzom. Jó, ki tudod húzni reggel, csak ne ébredjek föl rá. Jó. Te halkan nyisd az ajtót. Tehát úgy nyisd az ajtót, hogy halkan. És ne húzd a kukát, hanem emeld. Ha valaki kint zörög a kukáknál, az nem mennyit. Az én vagyok, csak szétválogatom. Úgyis el vagyok most maradva napi posztokkal, szerintem legalább 5-tel, mert hogy igazából nagyon régóta nem posztoltam. Ami nem baj, mert ez viszont az élmalmomra hajtja a vizet. Igen, csak megszeged a szabályokat, csak mondom. Megszeged a szabályokat kicsit, igen, de vissza kell venni a tempóból, mert 160-nál vagyunk, úgyhogy lassítani kell, ne legyen meg a 250. Viszont arra gondoltam, hogy ott csinálunk egy élő bejelentkezést majd. Nagyon jó. Kiírom, hogy hánykor, és akkor lesz egy élő bejelentkezés a sátorból. Jó? Úgyhogy drága hallgatók, lesz egy live. Csinálunk egy live, akkor azzal megvan a napi videó, napi poszt, azzal minden live megvan. In the garden. Live in the garden. Csinálunk egy élő bejelentkezést a kertből. Holnap este majd kiírom valamikor, mint a Facebookra, hogy hánykor van élő bejelentkezés. Nagyon jó. És akkor én 9-10 körül meglátogatlak kint. Megnézzük a sátrat, hol vagy, miket hoztál végig. Végig csináljuk live-ba az egészet. Kis állatokkal találkoztatok a kertben? Van, mindenünk van. Van sündisznó. Nyestünk van, sündisznó. Van macskánk, néha van rókánk. Tehát sok minden van. Sok minden van. Jó, tehát hogyha valami a kertben kint motoz. Igen, ne lőd le egyből. Vagy ja, jó. Ne menjek és vadásszam le a Victorinoxomba. Igen, nem, nyestünk is van. Előszeretettel rágja meg az autókábeleket. Uh-huh. Mondom, róka, süni. Macska. Hál' Istennek, ez már nem ez a klasszikus, hogy jöjjek ilyen NDK-s által, hogy elrágja a tartóköteleket, azt rámomlik az egész, hanem ez ilyen merev szerkezetű, úgyhogy ezzel nem gond. Kajával mi van? Extra kajával nem készülök? Figyelj, én viszek magammal egy csomag tofut. Nekem elég, mi akarsz nyárson? Én csinálok egy tofu nyársat. Tofu nyársat. Tofu nyársat gondoltam, meg azt, hogy alufóliában sütnék a mézes almát. Alufóliában mézes almát, jó. Fa van, tüzet tudunk rakni. Jó. Viszek magammal. Várjál, száraz a fa, száraz helyen van? Garázsban tartom. Oh. Azt is ugye garázsban tartja, persze. És az autót te már nem férsz el. Hát a fa nagyon fontos, igen, az életet mentett, ha egyszer elmegy az áram. A kandallóba. Az autó is nagyon fontos. Fát. Ha más nincs, akkor felfeszegetem grádicsot, tudod, tehát, hogy hívják a teraszon. Látom Balázs, hogy nagyon szép ilyen kis, hogy hívják, hogy vannak ilyen kis fa járó elemek, úgyhogy szerintem 2 abból felfeszítek, meg is vagyok. Én már látom a csütörtöki Facebook közvetítést egyébként, hogy ugyanilyen hideg szél. Balázs így kimegy, kinéz a izével a Facebook között, és gyerekek, nagyon hideg van, én nem megyek. A konyha ablakból egy kicsit így megmutatja a sátrat, Jani ott integet. Basztos, zoomolok, de én nem látjuk ilyen. Na jó, hát
te akartál végül. Meg lesz ez, hát figyelj, tehát itt van a lehetőség, ennél csak rosszabb idő lesz. Érted? És ki tudja, mikor tér vissza ez a lehetőség. Meg hát ennél közelebb hozzátok nem lesz kitelepülés. Az meg a másik, hogy valószínű, hogy így ebben ki a formában. Kimondhatja még magáról, hogy a kertetben csövezett. Nagyon sokan nem. Nagyon sokan nem. Jó, viszont reggel visszakapod azt, hogy 10 perc alatt ott vagy a kitelepülés helyszínén. Sima ügy. Minden fáradalmad azon múlik, hogy vagy az kapja meg visszahozásul, hogy reggel 10 perc alatt bent vagyunk az üveg stúdiónál. Ennyi. És nem kell órákat BKV-znod. Tökéletes. Tökéletes. Mehetne mondjuk egy meleg taxival, de mindegy, hát. Te tudod. Ja, és éjszaka nincs belopakodás. Hogy fázol, meg kiskopogtatás, mm-hmm. meg Dunakavicsa dobálás az ablakomnak. Tehát semmi. Balázs. Jó, persze, de megvolt a bejelentkezés, és a posztok is kint vannak már. Most már nem kell viccelnünk tovább ezzel a Benivel egészen. Milyenben vagy? Jó? Mit? Jó a kapcsolatod Benivel? Szerintem bír. Mi lenne, ha vele dumálnád meg? A fater úgyis kidől 9-kor mindig. Ugye Noelt te altatod, te ott általában elengeded a cuccot, és akkor Benivel megdumálni, hogy beenged a kis szobájába. Párszor találkoztunk, nem tudom, hogy rám vonatkozik ez az idegenek ellen barátkozni. Aha, szerintem igen. Kérés, érted. Ne fogadj el idegentől édességet. Igen. Idegenek ellen barátkozni, bors sprayvel lefújni. Tudod. Beni, fákúba! Jó éjszakát, Nani bácsi. Tudom, te nem vagy annyira idegen, de egy kicsit igen. Végeg. Na hát föl van fegyverkezve a gyerek. Úgyhogy. Na jó van. Oké, hogy állunk játékkal? Egy-egy. Igen, és megint önmagad ellen harcolsz, ha jól emlékszem. Egy-egy nyertél hétfőn, tegnap pedig egy nagyon jó játékos, egy nagymama, egy Sarkadi Nagyi elpávolt. Tegnap elpávoltak, igen. Lehet jelentkezni játékra. Jó, ha játszanátok, akkor írjatok nekünk SMS-t. És igen, tulajdonképpen ennyi. Jönnek a hírek, meghallgatjuk, hogy mi történt a nagyvilágban, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Gyerekek, egy ACDC az összes ACDC, nem így van? De milyen jó ez? De milyen jó ez, így van. 3:47 múlt pontosan 4 perccel, hello mindenkinek. Jól esik reggel az ACDC, végre egy kis Alice Cooper írja valaki. Tudjuk, Bali, ha egyet mindent, így van, hát ez abszolút. Aha. Abszolút így is na, van. Na ebből a kategóriából igen, ebből aztán tényleg csináltak 30-at. Igen. Trafi van az Árpád híd budai híd főjénél, az egyes villamos megállóval szemben a Pest felé haladókat mérik. Angi, köszi, hogy elküldted. Kerekegyházánál az 52-es úton kamion kerékpáros gázolt halálos, félpályás helyszínen és atya Isten. Ja Istenem, buldog kutya, köszönjük szépen, hogy elküldted. Indulunk szülni, kívánjatok szerencsét. A legjobbakat tényleg. Így van. És azt nézem, hogy nagyjából ennyi. Ami fontos lehet. Tegnap volt a futballozni megint. Na ne. Kispályás ketrec foci. Aha, nem mondod. De, zsárok heti egyszer nagyon más. Igen. Egy lépés a ketrec harc. Hol? Ide az új NTK stadionba? Az is olyan. Ott tudtok mandinerezni. Majd beszélünk róla a hét után egy kicsit, igen, erről az NTK stadionról. Igen, ez érdekes történet. Nem, ott a 11. kerületben vagyok, és ilyen nagyon jó. Tehát nagyon gyors a játék. Apuka foci. Apuka foci. De mi? Ide jutottam, gyerekek. Hát, jutott az igazitól? Hát apukák, ilyen szülők, félig szülők, félig nem szülők, egy társági összeverődött, és akkor apuka focit nyomunk. Milyen poszt? Kispályán nincs ilyen. Kispályán nincs ilyen. Akkor kapus vagy? Mondom, nincs ilyen. Nincs ilyen. Hát ott váltják egymást, ott nincs csatár, hátvéd, bal szélső, jobb szélső, kispályát, itt négyen vagytok. Ja, ne durszízzon senki, amiatt, hogy ezért, hogy végig kapuba kell állni. Igen, itt váltjuk egymást. És akkor átadod mindig a 10-es meszt? Igen, cserélünk mindig meszt. Levetkőzöm, ezzel elmegy 10 perc, és akkor már csak 50 percet. Kicsit most a 10-es. 50 percet focizunk. Nem, nagyon gyors, mert sehol nincs kint, és effektíve nem áll meg soha a játék. Tehát nincs, hogy elszalad a labda, és utána mész, kicsit sétálsz, pihensz, tök jó. Nagyon flott. Amennyire rosszul ment az elején, most már úgy kezdek kondiailag azért így belejönni kicsit. Szakítottam a tenisszel. Végeztél? De miért? Nem így megcsömörlöttél? Megcsömörlöttem kicsit. Az eredménytelenség. Az eredménytelenség. Hát meg a sok verhető ellenfél. Igen. Az a baj, hogy lehet, hogy ennek így most egy ideig vége lesz. Na, azt nézzük akkor meg, hogy ki a játékosunk. Jó, valaki már itt is van, a hét harmadik játékosaként.
verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, halló! Jó reggelt, hello, Peti! Jó reggelt! Igen, 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 igen. Szia, Peti! Peti, honnan hívtál minket? Balmazújvárosra. Balmazújváros, mit csinálsz arra felé? Süteményt szállítok, épp megyek Tiszecsegére majd mindjárt. Ti is gyártjátok, vagy te csak a ide-oda szállítást intézed? Én vagyok a szállító, és szállítunk mindenfele. Megyében. Mit szállítasz? Sütemény. Ó, Istenem! Milyen jó dolgunk volt egy héttel ezelőtt ilyenkor, már reggeliztünk, volt egy csomó kajánk. Halmokban áll. A Karami elvitt az autónkat, abban vannak az ajándékaink, csak mondom. Tehát, hogy az mire visszaér, érted, meg milyen állapotban lesz. Pont ezen agyaltam, hogy passzus, egy csomó mindent kaptunk azoktól. Nagyon sok mindent kaptunk egyébként, igen. Uh-huh. Nagyon sok mindent. Is. Két napja jár vel a Garami. Jó éhes is lettem, hogy ez eszembe jutott. Kivel játszanál? Janival, mert ő a nagy süteményes. Indítjuk az órát. Találjunk egymásra. Jó, 3-2 egyesség. Minden nap ez a meló, Peti? Minden nap. Ezt csinálod? Hétfőtől szombatig. Ó, és ezek ilyen cukrászdás sütik, vagy pedig hát ez a menza jelleg? Minőség? Cukrász üzem teljes mértékben. Nagyon jó minőségű süteménye, és ezeket szállít. Uh-huh. S hány településre kell kivinni? Van, hogy 4-5, de 7-8 települések. És akkor mész így körbe, hogy Tiszakeszi, Ároktő, Tiszacsege, Tiszadorogma. És nézem a térképen. Vannak? Körök, és úgy szállítok. Aha. És akkor lesz hány település összesen? 7-8 általában. Uh-huh. És te szereted? Szereted csinálni? Nagyon szeretem csinálni. Uh-huh. Kedvesek a kollégák, jó a főnök. Kérdezhetnél, csak lejárt az idő. Kérdezni voltam, Peti. Úristen, vége van, hál' Isten, vége van. Na, akkor nyertem. Nyögvenyelősen, de igen. Szóval, hogy nem életünk játéka volt ez. Jó lassú voltál. Szakadozott szóval. De legalább vezetünk 2-1-re. 2-1-re. Jól van. Okerka, akkor küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Köszi. Szia, szép napot. Ciao. Szia. Hello. Na jól van, akkor ezt megtapsoljuk, de hát ez egy jó nyögvenyelős játék volt. Kicsit úgy izgultam, hogy néha eltűnt az emberünk. Azt hittem, hogy már nincs térerő, de csak agyalt. Balázs, hiába simulsz a focival, késő nem lesz freki. Na most már. Mekkora duma? Úristen, de jó duma. Szorítunk például a magyar válogatottnak is pénteken, de hiába. Így van. Kivel játszik a magyar válogatott? Svájc. És itthon. Hát, nem lesz könnyű, mert ugye ők a portugálokat is megagyabugyálták annó az EB-n, úgyhogy állítólag jó csapat. Biztos jó hangulat. Szövetségi kapitányunk azt mondta, hogy jobb formában vagyunk, mint. Erőlét is összejött, teljes telt ház van, tehát már jegyet se lehet rávenni. Úgyhogy azért még szerintem az EB-nek ez a hozadéka megvolt, hogy az emberek elkezdtek figyelni egy kicsit a focira, és akkor kimegy most mindenki. Hát azért egy-egy esélyt még adjunk nekik, úgy vannak vele. Fel kellett volna jönni a Balázs Zsuzsákot megkérdezni. Hát ha, mit tudom én, érted? Két edzés között az Alibabába fel tudta volna venni a telefont, és akkor dumáltunk volna vele, hogy most egyébként hogy áll a csapat. Hányszor tudnak ilyenkor összejönni? Hányszor tudnak együtt készülni? Most én nem nagyon olvastam ilyen nagy fogadkozásokat, hogy... Én sem, most nagy a csönd, igen, nagy a csönd. Nagy kíváncsiak vagyunk akkor. Jól van, 4 perc van, 7 óra, ha van friss híretek a közlekedést, illetően küldjetek el nekünk, jó? Hogy hagyd tudjuk mi is, hogy mi a helyzet az utakon, illetve hol van dugó, hol van trafipax, hogy megy a munkába aladás, Budakeszi út, 10-es út, 11-es út, mindenre kíváncsiak vagyunk, hadd mondjuk be, jó? Hogy mi a helyzet. 4 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A rádió. Hey!
7 óra után vagyunk pontosan, 11 perccel, hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Ma milyen nap van? Ma szerda. Szerda. Soft rock. Október 6-a. Úgy látszik, milyen soft rock napunk van. Igen, nem is baj. Nem is baj egyébként. Menjünk végig ma ezen, legyen egy ilyen soft rock nap. Hát figyeljetek, akarjátok? Nem tudunk elégszer elnézést kéne a reggeli Bermuda számért. lehet egy ilyen soft rock. Csináljuk végig a soft rockot. Akkor csak válogatunk, és ma tartunk egy ilyen soft rock napot. Egy nagyon laza Gánc még beleférhet, egy kis magyarról soft rock. Hát akkor csináljunk egy ilyen soft rockot akkor. Benne szerintem. Csak azért, mert mindig kapom az ívet, hogy én írtam ebből a műsorból a rockzenét. Nem, ez elindulhatunk egy ilyenen. Ez nem akartok. Igaz. Hát de nem támogatja. Csak nem támogatom. Igen, nem írtja, csak nem így támogatja. Van, nem tiltom, nem tűröm, nem támogatom. Hármas csinálhatjuk, mert be van tározva rengeteg. Rengeteg ilyen kellemes. Meg is beszéltük, szerintem ne is üssük tovább, adjuk meg. Egy kis Whitesnake, egy kis hogy hívják, egy kis Guns. Nem, benne vagyok egyébként, abszolút. Ezek finom zenék. Ja, eszembe jutott, képzeljétek el a pénteki kitelepülésünket. Hogy nem passzoltam tegnap, megint egy kicsit önzőztem. Kaptunk fánkot, és valaki elvitte. Ja, én voltam az egyik, a másik két doboznak a sorsa, azt nem gondolom, hogy és pedig. Most Zsül, hát miért nem adtuk még oda? Hát, nagyon már Zsül Pall lágyék sérvét oda. A jobb heréje még itt van. Zsül jobb helyét oda, nem? Ugyanis képzeljétek el, egy fánkos cég hozott egy három doboz fánkot, és régen, amikor még a Dunkin itt volt. Én nagyon cukros, nagyon édes, de én ezt imádom, tudod, amikor ilyen rózsaszín mázva rajta, nincs meg csoki máz, és elfelejtettem elvinni, és egyszerűen azóta érzem. A Ferencé terénél volt egyébként, egy picit befelé a Calvin tér felé, ott megszínű. Volt egy ilyen Dunkinos, és mi is odajártunk, hát elképesztem, is valami 30 féle volt. De ezt csinálják, nem csinálnak fánkot, hát csak van egy cég, aki fánkot csinál. De az a cég hozott, és valaki elvitt, és én ott hagytam. A többit pedig a promóciós lányok likvidálták. Miért gondoltam volna, hogy azért te valahogy a fánkot nem felejted el? Mert a gyerek imádja. Tehát konkrétan az van, hogy hazajött az iskolába, kinyitott az ajtót, és ez a kereszthúzat berántott hármat a szájába rögtön. És most ezt a fánkot ezt nem tudom kiverni a fejemből. De nekem jó a szalagos fánk is baracfekvár. Szalpep, nyilván. A kettő nem ugyanaz. Valaki, igen. Hogyha gondoljátok, akkor 4-8-kor álljatok már egy. De nem valaki süt a városban fánkot, mert lehet reggel fánkot kapni. Nem szalagosat, ne szegyek. Nekem jó a szalagos is. Szalag nélkül is. Van, a kettő tök más, az egyik egy ilyen csokival és vanília krém van a belsejében, az a Dunkin jellegű, ugye, azt már lehet mondani, jó, hogy nincsenek Magyarországon. A másik meg ez a klasszikus magyar szalagos fánk baracfekvára. Úristen! Mindenét odaadnám. Az egész zsült odaadnám. Jó, egy ilyen csomag fánkért. És oda jött a srác, a kezünkbe nyomta három dobozt, és én még úgy figyeltem, hogy hova rakja le. És úgy rajta voltam, hogy jó, ezt én tudom, mert ebből egyet én is szeretnék. Egy pillanat is vesztettem el a fonalat. Végig kísértem minden napját. Azért nem jöttél fel az emeletre a hajó. Vigyáztam a fánkra. Figyelj, három doboz volt, mind a háromban volt, ugye azt mondja, hogy 2-4-6 darab. És ilyenek voltak, mindegyik más ízesítésű, illetve volt benne, mondjuk csokis verzióban volt benne három. És még egy legyen szép napot táblácska is volt benne, sőt az egyikre a frekvencián is rá volt szépen írva, tehát limited edition. Ezeket nem kéri a Balázs ma, tehát nem kell a szép napot táblácska és a frekvencia. Az a baj, a pénteki fánk szerdára már nem jó, tehát neked friss fánk kell ahhoz, hogy szép legyen a szerdád. Ma reggeli sütés, ma reggeli töltés. Ha véletlenül, csak így mondtam, nem magamnak, de igen. Így van, nem magamnak kérem, hanem. Igen. Na nézzünk gyorsan közlekedési híreket, mit írnak a hallgatóink. Ne felejtsétek a fánkot. Az, hogy Ecseri út keresztezedése jelzőlámpa 7 óra 5-től csak sárgán villog. Veszprémben a buszpályánál szintén sárgán villognak a lámpák. Pont a reggeli csúcsban van baj rendesen. Joe küldte nekünk. M3-as Gyöngyös Budapest 0-ás, M5 Budapest Szeged jó jár. Ha dobbaleset mentes, gyönyörű, ahogy jön fel a nap, ezt Laca küldi. Az egy nagy túra. Gyöngyös Budapest 0-ás, M5 Budapest Szeged. Szép túra. Budakeszin szokásos reggeli dugó 10 perc alatt 500 méter, köszönhetően annak, hogy párhuzamos úton kb. 100 autó pofátlanul előz. A 10-es útra Budapest felé szokás szerint már a Solymári körforgalomnál minimum fél óra feljutni, a sor vége Pilis, Vörösváron áll, kitartás minden sorstársamnak. Nóri küldte. Szentendre Békésmegye beállva, mint minden nap, 20-as sebesség. Ezt Nóra küldte nekünk. Nagykörösi út határút kereszteződésében sárgán villogó lámpák, valamint van egy trafink az Árpád híd Budai híd főjén, az egyes villamos megállóval szemben a Pest felé haladókat mérik. Szép napot, Angéla. Na,
Hallottatok erről a Kim Kardashian rablásról, hát, ami történt? Hát pont ez reggel beszéltük a Janival, ment itt valami kis közvetítés erről, vagy újság írta, nagyon kemény. Én az egészről igazából ma reggel értesültem abban a szempontból, hogy én azt hittem, hogy ez egy ilyen félig kamú, ilyen Kardashianos családféle hírverés, ugye egy nagy híres dinasztiáról van szó egyébként. Az Amerikai Egyesült Államok egyik híres dinasztiájáról, hosszú-hosszú generációk óta. Nem olyan híres, hogy a Windsor ház, de hogy így. Igen, de hosszú generációk óta tulajdonképpen a Kardashianok. Hát egy valóságshow óta. Valóságshow óta, de hogy már a Kardashianok az apukája, az anyukája, már sok-sok-sok-sok mindenki híres volt, egészen az O.J. Simpson ügyig már ott is volt a Kardashianok. Szóval, hogy több generációs a család. És egészen meg elképesztő módon rabolták őt ki, és próbáljuk rekonstruálni az eseményeket, illetve hogy mit csinálnánk hasonló helyzetben, nyilván nem sokat, illetve hogy a fenébe történhet ez meg. Ugyanis elképesztő, ami történt valójában. Ő elment a Párizsi divat hétre, hogy vegyen valami apróságra valamit. Igen. Vagy bemutatott? Ő akart bemutatni, vagy meghívták, mint bemutatni? Nem, hát tulajdonképpen így van. Elment csak egy picit shoppingolni, 50 000 dollárért, vagy ilyesmi. Nem, elment, ugyanis hát ott volt a Párizsi divathéten. És egyedül maradt a szállodájában. A szállodában, képzeljétek el, döbbenetes a sztori, Párizs egyik legjobb szállodájában szállt meg nyilván, ahol csak celebritásokra vannak szakosodva, 5000 euró egy lakosztály, tehát ez hihetetlenül durva. És a testőre ott hagyta őt, mert hogy elment az ő tesója, húga, öccse, nővére, a bulizni Párizs egyik merő szórakozó helyére. És már a testőre. A testőre elment a többi családdal, igen, ja, a család többi tagjával bulizni. Hát igen. Na most, hogy történhet az, hogy valaki alszik a szobájában békésen, és egyszer csak egy szállodában rablók törnek rá? Hogy símaszkban mész a ricbe, vagy nem abban mész be? Ugye ez a kérdés. Londoner sapkában. Igen, hogy beöltözöl-e valaminek, vagy vendégnek, azt mondja, jó napot kívánok, tudja, a 102-esben lakom, és megy tovább. Figyeljetek, ott biztos, hogy valaki leadta a drótot. Mondjuk az is lehet, hogy valamilyen paparazzi már készített róla egy fotót, mondjuk a szállodának a haljában, mert ugye azért folyamatosan végigkövetik, mindenhol dokumentálják a megjelenéseit. Lehet, hogy már innen származott az info, de simán lehet az, hogy valamilyen belső infót kapott, mert ugye azért a szobáig nem talál el valaki csak az alapján, hogy van egy fotó, ami a szállodának a haljában készül. Na de várj, akkor egy londiner lesúgta 5 maszkos albánnak, hogy a 4. emeleten luxus apartmanban van egyébként. Az egyik bolgár volt. Az egyik bolgár volt, igen. Ő aludt a szobájában. Betört 5 fegyveres a szobájába. Képzeld el azért, ez mennyire durva. Beragasztották a száját, összeragasztották a kezét, és berakták a fürdőkádba. És közben kérdezgették, hogy hol a gyűrű, hol a gyűrű. Aha. Ugyanis ő kapott Kanye Westről kapott egy hát sok millió dollár értékű gyűrűt, vagy 1,5 milliárd forintnak megfelelő gyűrűt. De bánya kánya, mert nem esett baja. Bánya kánya. És több mint 10 millió dollár értékben raboltak el tőle ékszert, ebből 6 milliónyi ékszer az ékszeres dobozkájában volt, és 4 milliós gyűrű pedig csak simán az ujján. Uh-huh. Alvás közben, tudod. Hát ő azt nem veszi rá, abba én is aludgatnék. Tehát, hogy azért azt jó, ha tudod, hogy ott valami elindulsz, akkor mindig legyen nálad egy kis beváltható összeg, egy 4 millió. Na most a testőr nem volt ott, ez is nagyon fura. De a testőrnek van alibije, hogy a többiekre vigyázott. Jó, mondjuk, igen, tehát, hogy de nem volt két testőr? Nem lehet tudod, ilyenkor... mibe kerül az, Feri? Hát szerintem a 4 milliós gyűrűből egy darabig kijön, ne érted a dolog. Tehát, hogy azt mondják Szemnek, a testőrnek, hogy Szem, te most mész a testőrémnél vigyázni. Van-e egy hasonló kvalitású haverod, aki addig viszont vigyázna rám? Ja, de... vagy azt gondolták, hogy a hotelben ilyen nem történik hát, meg? Hát, biztos, hogy ezt gondolták. Nagyon érdekes történet. Egy olyan nő, aki éjjel-nappal testőrrel jár, de tényleg mindenhova. Hát szerintem ő azért nem kéne, hogy ott maradjon, még akkor is, ha ez egy hotel. Nem lehet, hogy ez egy önrablás volt. De mire gondolsz? Tehát, hogy Kim Kardashian lebiztosította a Kanye West gyűrűket, ellopatta, igazából nem lopatta el, de közben pedig felveszi a biztosító által fizetett pénzt. A biztosítás az szerintem nekik alap. Most lehet, hogy egy kis hírverés számított, vagy hírverés kellett, vagy kis, hogy hívják, sajtónyilvánosság. Mondjuk az megvolt nekik eddig is. A fura az, mert ezért nagyon furcsa az egész történet. Tehát, hogy most tényleg itt egy olyan szállodáról beszélünk, ami valószínűleg ilyen extra kvalitás, tehát, hogy valami hihetetlenül jó szálloda lett. Nyilván minden folyosó be van kamerázva.
kamerázva oda-vissza. Tehát így, ide csak úgy nem lehet bejutni, meg fölmenni. És akkor ráadásul így, hogy öten voltak. Igen. Hova lesz a sütő? Semmi, itt lakunk a harmadikra. Tehát arra gondolsz, hogy a csaj kitalált ez azért, hogy hírvelés legyen körülötte, nem, és tudom, ő kiraboltatta saját magát egy párizsi divat héten egy szállodában azért, hogy utána írjanak igen. róla? Igen. Egy érdekes, érdekes a történet. És felbérelsz öt maszkost, hogy roncsanak rád? Szerintetek életszerű, hogy csak így besétál öt olyan ember, akinek semmi keresni valója nincsen? Vagy egyenként beszivárogtak? Nem kérdezi meg tőlük senki, hogy jó napot kívánok, merre lesz a séta? Vagy hogy tényleg nem zavarja őket azt, hogy minden gyakorlatilag minden egyes szeglet a szállodának be van kamerázva? És ott maszkban nem tudsz bemenni, mert akkor ugye azonnal gyanús, a hátsó bejáraton se, tehát ők valószínűleg maszk nélkül mentek be, fölmentek a szoba elé, ott fölhúzza a maszkot és bemegy. De addig minden lépésed megvan, hát igen. Olyan kamerakép van rólad, hogy örömnézni. A kamerafelvételben 2 perc alatt ki lehet szűrni, hogy kik azok, akik nem szálló vendégek, nem alkalmazottak. Akiknek magyarul nincs ott semmi keresni valahogy. De hogy nem kérdezel meg 6 embert, aki bemegy, hogy állj, hova? Tehát ők megfogtak 6 Samsonite bőrönöt, hívták a liftet, és fölmentek Kim Kardashianhez a 6. osztályra a lakosztályba, majd ott elővették a gépkarabét, és betörtek hozzá. Hát azért ez valakinek fekete vagy tűnye, hogy 5 ember bemegy a szálloda recepcióján. Nem? Hát rosszul öltözött, fura orosz akcentussal igen. beszél. És azt mondja, más Igor, hogy Igor. Nem mondja más Sasha. Nem mondja más Sasha. Igen. Dobri vecser, Brian. És utána elindulnak. Na most persze megjelent nyilván az amerikai buvárnak, aki azt mondta, hogy Kardashian be volt rúgva, és hogy nyitva hagyta az ajtót. Tehát azonnal szemét dolgotokat írnak róla, mert azt mondják, hogy ő annyira részeg volt, annyira berúgott a párizsi divathét egyik rendezvényen, hogy beesett a szobájába, elájult, ugye nyilván nem elájult, beájult igen. az ágyba, de nyitva hagyta az ajtót, kvázi megágyazott annak, hogy betörjenek. De azért, mert én nyitva hagyom az ajtómat egy kaposvári szállodában, mert ott van kitelepülésünk. Hát milyen világ az, hogy közben engem ott kirabolnak. És elviszik a H&M pulcsimat. Ami legalább 2000 forint volt. Ha megébredtem volna, azt eltűnik a fél pár zók. Nem értem, hogy ki volt eregetve az ablak elé. Tőled mit tudnának elvinni? Mi volt a legértékesebb nálad? Ott, mi volt a legértékesebb nálad a kitelepülésen? A legértékesebb a telefonom. az ott volt mellettem. Az ott volt mellettem, ébresztőre állítva. Ott volt a futócipőm is. Ó, egy használt futócipő. Azért az, tudod. Te. Hát azért kapkodnak. Vagy vedd ki a betétet belőle, nem? Egyébként menő szállodáknál úgy csinálják, hogyha valahol te kiveszünk az 5. szintet, az 5. szín, amikor Madonna lakik, vagy a Beckham család, aha. vagy Federerék, akik ugye mennek, babysitter, stb., akkor ha nem a legfelső szinten vannak, akkor ezt úgy csinálják, meg úgy biztosítják őket, hogy azon a szinten meg se áll a lift. Tehát te ott nem tudsz kiszállni. Nem tudsz, tehát tovább kell menned. Tehát tovább kell menned, hogy ne szállj ki azon a lift, egy körbe nézel, balra nézel, és egy testőr iszonyatosan állva vág, mert ott vagy már Madonna lakosztály előtt. Ez nem tudsz eljutni. Ez nem csak náluk van így, ez tényleg, amikor postás voltam, ha van a lakótelepen, többször érzékeltem, hogy megnyomtam a 8-as, fölvitt 9-esre. De várj, ez valami nem ezzel a rablással kapcsolatban. Hát akkor beállítják a liftet, és akkor szépen meghívják neki, és akkor jön. De valami nem stimmel ezzel. Igen, lehet, hogy egyébként ez is közrejátszott, hogy egy picit becsicsentett. Aztán hogy hívják, aztán nyitva hagytott az ajtót, és akkor nem sikerült nagyon bezárnia. Nálam ez nem fordulott elő, én mindig egyrészt rázárom, 5-ször ellenőrzöm, sőt volt már olyan, amikor azt hittem, hogy Balázs belógott napközben a szobámba, és ott hogy hívják ott, hogy bocsánat, még egyszer mondtam, hogy hívják ott. Tehát, hogy én oda tettem az ajtó elé a széket, a kilincs alá. És onnantól kezdve nem lehet. Ezt kellett volna Kardashiannek is megtenni. Oda ez a nő, te, hogy még ezt se tudja. Most azt érek, nem a hallgatok, ezért. Hogy rendőrruhában mentek, tehát hogy az volt. De akkor is megkérdezed a recepciósként, nem, hogy rendőr urak, hova? Hát, vagy ismerve Kim szokásait, nem biztos, hogy megkérdezték. Ja. Hát csak csimpedél fiúk. Buli. Valamiből ki kell fizetni a gyöngyhajú lány utáni per jogdíjait is, írja egy hallgató. Tényleg, mert hogy a presszer őket perelte be. Tehát lehet, hogy a Kardashian család ez azért csinálta, hogy presszerre tudja őket falhoz állítani? Aha. És készülnek a perre? Vagy lehet, hogy ez pici bosszúja? Csak hát így lehet, tudod hozzájutni? Lehet, hogy a presszer intézte az egészet, és maga presszer ment el oda egyébként elégtételt venni, 4 barátjával berontottak maszkos. Ugye ők általában rendőrként érkeztek, van egy ilyen hír is, hogy rendőrként érkeztek, és közben alakultak át rablóvá. Tehát lehet, hogy a presszer kezelben benne van. És azt mondta, hogy ha nem fizetek a gyöngyhajú lányért, akkor elveszem, ami az enyém. Igen, ez is lehet. A csomó szállodában például nem tudsz fölmenni, ha nincs szobakártyát. Ja, mert már a liftben is kell használni. Már a liftben is kell ugye használnod a szobakártyát. Rengeteg ilyen szálloda van, hogy nyomogatod a 3-ast, nyomogatod a 3-ast, mielőtt szóltam ilyen szállodában, hát, 10 percig nyomogattam. Nem biztos, hogy a tűzlépcső vagy ilyesmi. Tehát nem hiszem, hogy egy pár oroszt megállítana egy ajtó, ami csak feléjük nyílik.
Igen. Nem lehet nagy gond. Nem fura, hogy pár hónappal azelőtt, hogy Kanye West csődöt jelent, és pénzért könyörög. Kánya. Csődöt jelent, és pénzért könyörög Mark Zuckerbergtől, a feleségétől elrabolnak egy valószínűleg jól biztosított ékszert. Így van, és akkor utána még el is adod az érdekes, hogy hirtelen tudják, hogy melyik szállod a melyik apartman. Betörnek, nincs ott senki. A testőrpont nincs ott. Egyedül hagyja Kardashiant egy szállodában. Vagy egy apartmanházban, mert azt is írták, hogy nem szálloda volt, hanem valami apartmanház. Én szállodát olvastam, hogy valami párizsi luxus szállodában. Apartman, hát persze. Igen. Milyen jó apartman, hát persze. Igen, egy bungalósorban valahol ott, valahol Franciaország, párizsi külvárosában. Szóval azért ez elég érdekesen hangzik ez az egész rablásos történet. Hát figyeljük el most a vaterát, ha föltűnnek az égszerek gyerekek. Másfél milliárdos gyémánygyűrű eladó. Jelige Kim. Komoly érdeklődők hívjanak, csak nézelődők kiméljenek. Hát azért ez egészen érdekes. És betették a fürdő, miért teszik be a fürdőkádba? Most az a szegény az ágyon nem tudott addig feküdni, amíg elviszik a cuccos. Mikor valójában megtörtént, és nem önrablás volt, azért az mennyire sokkoló lehet, hogy csak öten rátörnek, öt pasi, gondolom. Le is nyilatkozta, hogy azt gondolta, hogy meg fogják erőszakolni, berakták a kádba, leragasztották a kezét, és azt mondják, ring-ring. Ring-ring. Ring-ring, de csöngettek? Vagy mi? Igen, ja, erre te mondanád, hogy vedd már fel. Vedd már. Hello, valakinek telefonja van. Halló. Ring-ring. Igen. Hát, na mindegy, ez egy érdekes. És meg is fenyegették? Kicsodát? No, tehát kimentett. De mit mondsz, a no-ring? Hogy igen, ha no nem fizették, nagy utazás lesz. Ezt üzeni, trombítás fél. Igen. Éppen most beszéltek egy másik külföldi adon a párizsi rablásról. A hírek szerint rendőrnek öltöztek, és kényszerítették a portást, hogy nyissa ki Kim szobáját. Nem szálloda volt, hanem szálloda mellett látó apartmanház, külön lakosztálya, 9 lakásból áll, és az volt a probléma, hogy a családtagi tagja egy közeli hotelben lakott, azért nem voltak ott. Na, én ezt már úgy olvastam, hogy ők bulizni voltak. Aha. És a testőr elkísérte őket. És ilyenkor a szállodának az alkalmazottja nem maradott? Tehát a rablásnál? Nem, amikor beengedi a rendőröket. Vagy mondta, adtak neki egy, mit tudom én, egy 5 eurost, aztán köszönjük szépen a szolgáltat, viszont látosan mehet vissza le a portára. Tehát ezt nem kell jelenteni mondjuk egy szálloda alkalmazottjának, hogy egyszer csak főnök megjelentett őt a rendőröt, szóltak, hogy engedjen már be őket Kim szobájába. Teljesen életszerűtlen az egész, ráadásul ha világsztár lakik nálad, azért az biztosított. Tehát az megvan, ahogy egy alvó portás egy Junos TV előtt feltett lábbal nagyon horkol. Fölötted meg ott lakik Kim Kardashian, nem tudom hány millió dolláros értékben a ruhája, a cipője, maga a celeb, érted, kint a szállod előtt paparazzók, és egy ilyen félig berúgott csávó egy cigarettával, egy zsitánzzal a füle mögött horkol feltett lábbal. Majd megérkezik öt rabló, és azt mondja, hol van Kardashian? Már mutatom is, öt rendőr, és te hirtelen felkíséred őket recepciósként. Nem teljes kamu. Már 4 tűzoltó felment. Kányinak 53 milliós adóssága van hivatalosan. A biztosítása minden az ékszerekért kaphat, azon is segíthet. Na jó, de akkor utána nem tud hordani az ékszert. Nem tud eladni. Tehát én lebiztosítóztatom, nem? De utána még a birtokom, fekete piacon én elpasszolom. Tehát ezért az megvan, hogy Kardashian meg Kanye West egy nagy napszövegbe sétálnak az én a New York-i egyserén, és próbálják eladni a gyűrűt, mert hogy már hivatalosan nem tudják hordani. Azért az is érdekes. Sittek egyébként nagyon fura volt, hogy a rendőrök egyike például hátrafelé fordítva viselte a tányér sapkát, a másiknak egy Volkswagen emblémből ott a nyakába, és azt mondták, hogy benyeled a bököt, és nem engedsz be Kimhez. És mind az öten afroamerikaiak voltak. Igen. Na, jól van, 7:30 pontosan. Érdekes ez a történet minden esetre, hogy történhetett. Egy picit elmegyünk hírezni, aztán jövünk vissza már is. Nagy dugó van az Árpád hídon Pest irányába, lerobbant egy autó a Margit szigetnél, írta nekünk egy hallgató, úgyhogy Pestre nagyon nehéz átjutni. Káosz az Ecseri Üllői út, hogy miért, azt nem tudjuk. De itt van 7 óra 5-től sárgán villog a lámpa. Valamint Veszprémben a buszpályaudvarnál szintén sárgán villognak a lámpák, a reggeli csúcs miatt ott is hatalmas a dugó. Köszönjük szépen. SMS-ben kaptuk ezt is. 7:30, jövünk mindjárt a hírek után. Egy autó megvásárlása komoly terheket róhat egy átlagos családra. Nagyon sokan vannak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy egy új vagy egy használt autót megvegyenek, pedig nagy szükség lenne rá. Egy beteg családtag, egy nehezen megközelíthető munkahely, és még sorolhatnánk az okokat. A Klassz FM segíteni szeretne. A Lada Hungary jóvoltából felajánlott Lada Kalina kombi személygépkocsit szeretnénk olyas valakinek adni, aki valóban rászorul. Ha tud ilyen családot, írjon nekünk az autó.
info@klasszfm.hu címre, hogy ez a praktikus családi autó a legjobb helyre kerülhessen. Segítsünk együtt! Nyolc lesz, pontosan 2 perc múlva DJ Oti elbukott. Picit igen. Jari bácsi, ez jó zene. Jó volt, ez egy kis szuper, nem? Hatalom átvétel van, kérem szépen. Hatalom átvétel. Nem, ezt most Balázs tolta be, teljesen egyértelműen. Hát most azt mondtuk, hogy szoftrock napot tartunk. Persze, nincsen ezzel. Szoftrock nap van. Hát ez egy óriási klasszikus, és valószínűleg élőben is tudjuk majd. Hát mi nem biztos, majd meglátjuk, örülnénk neki, de hogy ugye újra azért összeáll a nagy-nagy Guns, egy-két tag kivételével, és hogy axeroznak az AC/DC mellett, marad még egy kis ideje, akkor körbe tud nézek majd a világot. Hát ennek most már Ausztráliába mennek jövőre, jövő tavasszal ausztráliai turnéjuk van, Dél-Amerikát megjárták, úgyhogy lassan Európa jön. És akkor viszont megvagyunk. Ausztráliában nem mennék el értük, de Európában azért nagyon, nagyon szívesen. Na mi van a medvékkel? Nem alszanak téli álmot? Hallottátok, hogy medvét látnak mindenhol? Nem otthon, nem otthon medve. Alszanak. Először azt hitte egy túrázó pár, hogy szamár. Aztán hirtelen rájöttek, hogy az... medve. Igen. Két nógrádi kocka. Hangból tévesztették össze, színből vagy méretből? Nem, szerintem vigasztalták magukat. Nem, szamarak. Szamarak ezek. Szamarak ezek szívem. Nem, szamarak. Ugye történt, hogy két futó elment, egy futó házas pár, ez csak medve lábnyomokra bukkan, de nem tudták megfejteni, hogy milyen lábnyom, sokáig arra gondoltak, hogy akár szamár is lehet, majd láttak valami barnát távolabb. Akkor nem voltak nagyon otthon a témát, tehát azért egy szamárnak a lábnyoma, meg egy medvének a lábnyoma, hát... Méretben, alakban, lábújban, és ugye? És egy biológus, de... Igen. És először azt hitték, hogy szamár, aztán kiderült, hogy medve. Medvék túráznak a Nógrádban, és túráznak. A Nógrádban túráznak, így van. Kis hátizsák. Elszaporodtak a mackók, lehet, hogy Szlovákiából jönnek hozzá. Onnan jöttek át. És folyamatosan jönnek a medve jelentések. Kirándul? Tehát vissza is megy? Vagy ő letelepszik? Na most a medve szerintem nem tudja, hogy ő Szlovákiában van, vagy Magyarországon. Vagy, tehát, hogy ez a hoppácska, átjöttünk a zöld határon. Érted? Nincsen ilyen a medvénél. Meg valamit érzett, vagy lehet, hogy tényleg valami kis olyan helyet, bevackolni való helyet talált magának, vagy keresett magának, ahol téli álmat aludhatna már, vagy itt kövérebbek a szemetesek. De nem arról van, hogy ilyenkor a medvék már téli álmat alszanak? Vagy mikor mennek-e téli álmat aludni? Lassan nem kellene nekik bevackolódni és elkezdeni aludni? Mit kolbászolnak ezek itt még? Mikor alszik a medve téli álmot? Nem télen már nincs medve, míg igaz, na nincs jó, tél. Most nincs azért október eleje van. Lassan már kellene nekik aludni. Hát nem? Ők ideje korán rákészülnek a dologra. Átjöttek. Kicsit körbenéznek. Föltölti a készleteket, zsírt növeszt, és aztán bevackol. Lehet, hogy egyébként tényleg kukázni jöttek el. És agresszív volt a medve? Vagy nem, medve szerintem fél az embertől. Nem. Kivéve az, aki láttátok, 36 millió nézték meg annak az embernek a videóját, aki föltöltötte saját magát egy medvetámadás után? Való túrázott, vagy Kanada vagy az Egyesült Államokban, és feltöltötte a videóját, hogy mi történik, ha összeakadsz egy medvével, aki védi a bocsait. Volt nála medvespré. Az a lefújta a medvét. Erre még egyszer megtámadta. Amit nem nagyon értek egyébként, de egy videó üzenetet vett föl azután, hogy megtámadta a medve, hogy mi történt a fülével, a nyakával, eltört a csontja, most éppen sétál a kórházba, és 36 millióan nézték már meg az ő videóját. Óriási szerencséje volt. Mint ahogy egyébként lehet a két nógrádi futónak is. Igen. De azért ez fura tényleg, hogy brum, halod? Csacsik. Gyere, simogassuk meg. Na, arra gondoltunk, hogy felhívjuk a mi régen hallott Gyuri bácsinkat, aki ugye nem Nógrádban tevékenykedik, sokkal inkább ugye lent a déli határnál. Megkérdezzük, hogy mi van medvetámadás idején, és hogy van ő, látott-e medvét, ennyi. És mi a helyzet? Mi a helyzet arra fel? Ha nem is Szlovákiából, de Romániából átjöhetnek, ott is medvék. Ugyanaz. Így van, igen. Gyuri bácsi itt van velünk. Gyuri bácsi, jó reggel! Gyuri bácsi, drága Gyuri bácsi. Jó régen beszéltünk már velem. Jó régen hallottuk. Majd egy éve. Egy éve igen. Hallottuk utoljára. Mert rend volt, igen. Ugye Gyula is környéke, az az ő felségterülete, tehát ott valóban a romániai medve. A környéket, hát most így nem volt miről beszélgetni. Nem volt semmilyen határsértés.
Igen, de most akkor megpróbáljuk újra felhívni, hogy Gyuri bácsi mondjon valamit nekünk, hogy mi a helyzet a medvével, mikor alszik téli álmot, hát ő, aki járja a természetet, aki ismeri a természetet, sok hasznos dolgot tud nekünk. Mostanában Romániából medvék csővázás hátizsákkal, hamis konyakkal. Gyuri bácsi, jó reggelt kívánunk, hello! Hello, hello, szevasztok, Gyuri bácsi, hello. Ezer éve nem beszéltünk, hogy van? Hát nem beszéltünk, igen, egy kicsit mostan elcsúszott az idő. Ja, mert nyugalom volt, jó. Sokan kérdezték, a hallgatók kérdezték sokan, hogy mi van most, Balázsék miért hívnak. Na, mondtam nekik, hogy egy kis előnyugdíjba elküldtetek, de nyugodjanak, meg beszélni fogunk. De látod, hogy azért mi nem felejtünk el téged. Nem bizony. Köszi. Na mi a helyzet a déli határvidéken? Hát itt még egyelőre nincs medve. Nincs medve? Még nincs itten, de azért attól függetlenül ott is azért megkérdőjelezném, hogy az a két futó biztos medvét látott. Hát azt mondják, hogy medvét láttak. Először szamárnak gondolták, aztán kiderült, hogy medve. De hát tudod, a migránsok is, azokban is van húcsuk, medveruhába beütözik. Jaj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 
határon. A migráns, hát azok is. Most hallottam a valami varrad a nagy mennyiségű medveruhát készített. Egyébként lehet, hogy medveruhába öltöztetik őket. De lente délente védesz minket, minden rendben, nem jön medve, nem jön senki? Nem. Járod a határt? Úgy bizony járom, figyelek, nagyon figyelek. Olyan nem volt, hogy átkolbászolt Romániából? Nem volt, még itt egyelőre ilyesmi nem volt. Elkerülnek, most, ilyen most, híred van. Most egy olyan volt, hogy itten bejelentettek egy olyat, hogy háznál mosómedve. Ó, de hát az aranyos kedves, az nem bánt senkit, nem? Az így van, az biztos, hogy tartják, és akkor ott. De mit csinálnál, ha medvével találkoznál, vagy mi a jó viselkedés? Hát szép csendesen húzódnék hátrafele. Igen? Ha igazi medve, ha igazi medve. Hát nyilván, ha nem migráns, aki medve ruhába öltözött. Nem kéne már aludni ezeknek a medvéknek? Hát most még napos idő van, ilyenkor hova alszik? Még most kajárnak nagyon. Ja, most jönnek, lehet kukáznak, nem? Én most kukáznak, meg lehet, hogy lejjebb jönnek, igen, ahol kicsit az erdőből. Igen. Ahol több kaja van, ott fognak felbukkanni. És mi a helyes viselkedés? Te mit ajánlasz így szakmai szempontok alapján? Hát hogyha medvével találkozunk. Nem szabad megszorongatni őket, hogy sarokba szorítani, hanem inkább ellenkezőleg szépen eljönni onnan. Uh-huh. Mi úgy csinál, mint aki észre se vette őket, tehát lelépni. Figyelj, jobbra bedve, ne vedd észre, menj tovább. Aha, csináljuk, mint olyan észre se venni. Azok a futók is lehet, hogy megtanulnának futni, ha közelebb megtanulnak. Futottak ők egyébként, tehát ugye itt pont arról szólt, hogy vagy arról is szólt, hogy ők aztán elkezdtek el skerázni elég keményen, hogy meglépjenek a medvék elől, mert nem akartak olyan különösebben barátkozni. Jól is tették. Ételt dobunk nekik, az így jó tud lenni? Hát nem hiszem, az már nagyon közel van. Ne dobálod. Hát, mire gondolsz, hogy van nálad egy téli szalámi szendvics, és akkor eldobod neki? Kicsomagolod, leteszed oda, és a béké elővel, és aztán elkezdesz hátrálni. Mindig van nálam egy üveg akácméz, amikor futok. Tehát ez teljesen rá. Igen. Mi van, hogyha kedvet csinálsz neki, és megy utánad? Gyuri bácsi, te hallottál a medveírtó spréről? Mert volt egy amerikai medve támadás, hogy ilyen medve riasztóról, ami ilyen spré formájában lehet kapni. Medve spré. Nem tudom, nagyon kemény. Hogy kell vele bárni, mert ugye ahol 1-2 méter oda kell menni. Hát igen. Igen, de azt mondjuk, hogy működik. Ez az úgynevezett medvetox. Hát nem tudom azt, hogyha csődbe megy a medvetox. Akkor nagy a baj. Akkor megint a futás marad, megint. Oda szaladok, lefújom, aztán elszaladok, igen. Egyébként meddig alszik a medve? Tehát ha mondjuk téli álmot, akkor meg tavasszal mikor jön elő? Vagy tényleg végig alussza, vagy ez csak egy ilyen mendemonda? Hát szerintem van ebben mendemonda is, de van valóság is, valameddig alszik, nem tudom pontosan. Csak mendemonda. Amíg fő nem kell. Nem húztam még ki a medvével egy telet, tehát nem tudom annyira pontosan, hogy... És jársz még piacra? Igen, járok, szoktam menni, szoktam. Bevásárolok? Nem, bevásárolok, még ott a régi emberekkel beszélgetek, ismerősökkel. Ott a legjobb hírforrás a piac, tudod. És a határt mikor járod egyébként? Éjszaka, nappal, hétvégén, mikor mész? Mindig megyek, mikor rájövök, mindig megyek. És vadászol is egyébként, vagy csak úgy figyelsz a rendre? Hát nincsen területem, ahol be vagyok jelentkezve, van fegyverem, úgyhogy. Tehát illegális van. A fiam az vadász, és akkor szoktunk úgy tudod, ő beírat, hogy együtt menni azt akkor. Aha.
Ha egyedül mész, akkor meg csak úgy oda-oda pörkölsz arra, ami mozog, aztán túrázó család éppen, de hát kicsit oda perkelsz. Mindenféle négyre csak oda pörkölök, ugyan áldas szívéhez. Jaj, Isten! Ott mozog. Ugrik valami, ilyen. Jó, jó az egyébként. És egyébként jól van, minden rendben, az egészséged rendben van? Köszi szépen, nagyon jó vagyok minden. Jó van. No, semmi gond. Szoktalak hallgatni, azért szoktalak hallgattalak benneket többször azért már. Igen? Azért, hogy úgy közvetlenül nem beszélgetünk, de attól még hallgatom a műsort. Hallgat bennünket, jól van. Románokkal minden rendben jönnek, nem jönnek? Leálltad? Kezdenek jönni, úgyhogy figyelem a hátizsákot melyiknél van. Mert azért az a kisördög nem alszik, tudod. Jó, hát azért a hátizsákos román azzal vigyázzunk. Persze, hát azért nehogy aztán behozom valamit. Jó van, Gyuri bácsi, örülünk, hogy beszéltünk. Örülünk, hogy egy jól én vagy. Én is örülök nektek, hogy hívtatok. Köszi szépen. Remélem, hello, hogy tudunk még valamikor beszélni. Jó, vigyázz magadra. Jó. Köszi, hello. Ciao, hello. Hát sokat a mentők viselkedéséről nem tudni meg, de annak örülünk, hogy Gyuri bácsi mindig nagyon jól van. Hogy még mindig van annyi vitalitás, mert egy oda-oda pörköl a nád színén. Csak ne én pihenjek ott a gyerekkel a nádasban éppen. Erre jön Gyuri bácsi, aztán hirtelen oda pörköl. Na jól van, játszunk egyet, már is itt van a játékosunk. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol... Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, Kriszti vagyok. Kriszti, hello! Szia, hívtál minket, hello! Sziasztok! Mendéről, a kedvencetek. Sűsáp! És mi a helyzet a mendei forgalommal, halad? Nem tudok nyilatkozni, én itthon vagyok a kisfiammal, úgyhogy nem annyira járkálok mostanában. Meg. De apukám még szidják. Igen? A mendei forgalom. Mekkora a gyermek? 19 hónapos. Az mindjárt 2 éves. Igen. Mennyire is? 36. Nagyjából egy idős a gyereke. Mikor született? Január? Március. Igen, akkor Noel decemberi, nagyjából egy idősek. Igen. Oké, na figyelj, van országunk, híres emberünk és szólásmondásunk, melyik legyen? Nézek a férjemre. Ország, híres ember, város. Azt mondja állat, jó. Akkor legyen a híres ember. Híres ember, jó. Hogy otthon van még a férjed és nincs munkában? Hát képzeljétek el, hogy én ma masszázsra megyek, és kivett Szabit. De jó, mondott komolyan. Csodálatos ember. Annyira, de tényleg, és nagyon rég. Hát ugye a szülés előtt már jóval nem voltam, és hát ki vagyok készülve, gondolom, nem kell mondani, hogy azért emelni velünk alszik, köztünk alszik, karom elzibbadva, derekam ki van amúgy is, úgyhogy igen. És nem gondolkoztál ilyen nagyon szigorú, nagyon kemény alternatív megoldásban, hogy külön aludjon a gyerek? De most elkezdtünk, de amúgy nem volt vele gond, tényleg nem egy nagyon-nagyon jó kis, hogy végig aludsz az éjszakát, ezt csak halkan mondom ott a Balázs, tudom, hogy annyira nem. Az rúgjad. Nem akarom tényleg ezért, de igen, de most valami miatt van egy időszakunk, hogy pörög forog, és nem annyira alszunk jól. Nyűszög, vagy mit csinál? Nem. Szó szerint van, hogy a lábunknál kell fel, és nem tudom, hogy kerül oda, és félünk, hogy leesik. Csak a 19 hónapja nem voltál masszázson. Hát... Már több, mert már a szülés előtt, terhesség előtt. Nem. Rendes a párod, akkor 19 hónap után bevállalt egy napot a gyerekkel. Egészen elképesztő. Nem, hétvégén ő van itthon velem, mert már hétvégén visszajárok néha-néha dolgozni is. Aha, te jó. Nálunk is ugyanez volt. Móni mindig vitte a gyereket, össze-vissza, fájt a gyerek, a fájt a karja. Jártam is rendszeresen masszázsra. Igen, nem is lett semmi bajod, ugye? Na mutatjuk a híres ember, figyelj. Várom. Indítjuk az órát, jó? Jó. Figyelj, így szó. A leibrak kepcsukaj. Kepcsukaj. Igen, ez volt egy lap. Kepcsukaj. Kecspukaj. Figyelj, mutatj még egyszer. A leibrak kepcsukaj. Kecspukaj. Kepcsukaj. Kecspukaj. Na, kepcsú vagy kecspú? Kecspú. Szerinted kecspukaj. Kecspukaj. Jakubcsek Gabriella? Így van! Úristen, de jó! Kecspukaj! Jakubcsek Gabriella volt. Szuper, nagyon örülök. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna tőletek csomagot. Nagyon nagy fan vagyok. Egész hétvégén titeket hallgatlak vissza a munkahelyemen. Meg lehet őket kérdezni, majd miről maradok reggel. Podcastok formájában, vagy hol?
Nem, én a YouTube-on egy teljes adást vissza szoktam hallgatni egész nap, ami belefér. Már de podcastom is van. Már podcastod is van. Ott vagy, föl van töltve Morning Show podcast, hallgass azon nyugodtan bármikor. Megvan. Jó, jaj, van. Köszönöm szépen. Gratulálunk, Kriszti. Köszönöm. Ciao. Sziasztok. Hello, hello. Hello. Ciao. 7 óra után vagyunk, 58 perccel jönnek mindjárt a hírek, aztán jövünk a hírek után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning showja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Én kérek elnézést, 8-13 perce. Én kérek elnézést. Írja, hallgatunk, abszolút igaza van. Mások az elképzeléseink a szoftról. János a pult mögé szabadult. Igen, nekem mit is olvasd? Melyik jó, hát az, hogy mi a roknap? Jött három. Figyelj, ezt mindig mondom neked, de tényleg nem hiszed el, hogy ezek a zenék annyiban különböznek mondjuk a gáztól, hogy egyszerűen ezeknek jobb a hangzások. Ugyan senki nem ismeri őket. A Metszórum dobolt egyébként a Káltot, hogy valaki nem ismeri. Nem a Káltra gondolok, arra gondolok, hogy vannak Kált slágerek. Most a Rise az nem egy Kált sláger, az igazából, ez csak egy sima Kált dal. Azért 98-ban hallottál utoljára a Káltot? Nem, a Soft Rock napot én úgy értettem, hogy berakunk ismert, mindenki által szeretett populárisabb rock dalokat. Hát a Káltnak a Rise című dala az nem ez. Tehát, hogy az... Neked. Nekem, igen, de hát én most a tömeget képviselem igazából. Jó, hát neked is volt egy próbálkozásod, nincs ezzel baj. Most visszamegyünk softba. Tehát, hogy mert azért tehát a softot valamennyire kell tartani. Tehát, hogy ez már egy húzósabb dal volt. Nem én volt is alig várom már a Nox-tól a 100-tól de a soft rockban nem a Nox-ot értem. Tehát nem teljesen erre gondolok. Én nem akarok Nox-ot berakni. Csak, hogy valami kellemesebb, hallgathatóbb soft rock zene legyen. Mire gondolsz? Mert mindjárt berakunk. Várjál, ha Zsül keres, akkor nagy a baj. Ne a Krisztálnál, Zsül. Azért, mert Zult meg Krisztál. De így sokan szeretik egyébként. Úristen, milyen jó az a gitáros. Isten vagy Jani, meg Atya Égez Kál, de jó volt. Tehát jönnek ilyen SMS-ek is. Én csak úgy a soft rock kategórián belül gondoltam egy picit softabbra. Tehát, hogy úgy tartsunk egyfajta ilyen soft szintet, nem? De. Készíts be a Szabadíts Felt Mester Tamás. Nem pedig erre gondolok. Nekem túl soft, nem erre gondolok. Na milyen baj, valamit pirítunk majd fél 9 után. Na. Érted, Zsül háromszor kérdezte, hogy mit rakjuk, mert máshol voltál egy picit elfoglalva. Ez igen, mindig megérkezel ilyenkor jobbról. Tudom, a nyolcason felúszol. Igen, ez orvost. A nyolcason felúszol egy ilyen kátos borzadája, de nem baj egyébként, nem volt rossz. De nem mondhatod rá, hogy borzadály. De ez ezért jó, mert más a zenei ízlésünk. Hihetetlen hang, nagyon jó téma, tehát hogy azért ez egy jó kis csapat. Sőt, nagyon jó. Na, nézzük a közlekedési híreket, hogy mi helyzet az utakon, van dugó bőven. A Pöttyös utcai határút között része most állítanak meg a rendőrök. Mármint egy trafipaxot állítanak a rendőrök, Tamás küldte nekünk. Dabasi kihajtónál van egy trafink, 11-es út Lányfalú úszodánál baleset, rendőr, tűzoltó, mentők, ez Balus küldte nekünk. Adol úton a Tétényi kereszteződés előtt befelé koccanás, lassú a haladás. Áll a gyorsforgalmi a Köki után befelé. Bárdudvarnokon van egy trafi, káosz az Ecseri üllői. Köszönjük szépen, ez egyébként a sárgán villogó lámpák miatt van, ahogy mondtam. És M3-as Gyöngyös-Budapest 0-as M5 Budapest-Szeged jól járható, minden oké. Budakeszi elesett, mint minden reggel, valamint a 10-es úton is hatalmas dugó van, és a 11-esen se könnyebb a bejutás Pestre. Ott is minden beállt. Csak mondom egyébként, szépen. Hogy sátrazás közben is mindig ilyeneket szoktam hallgatni. Ezt a lefekvés előtt. Fél visszakazetás magnót. Ellen van már. Egyérte. Hogy ne volna? Ez nagyon jó. Ez azért lesz jó, hogyha te ezt majd ott magnóról hallgatod, esetleg baby. Hosszabbítóval. De nem ilyet hallgatnám. A kertemben. Nem ilyet. Mert a garázsból megy a hosszabbító ki a kertbe.
És nekem csak le kell sétálnom a garázsba, és egy ilyen hanyag mozdulattal kihúzni a hosszabbítót. És abban a pillanatban te már csak a 9 voltos Góliát elemeidre hagyatkozhatsz. Ott lesz az 5 Góliát, 4 a Magnóba, 1 a gatyába. Igen, János holnap a kertembe akar aludni. Illetve pontosabban az úgy indultunk, hogy aludjatok nálam. Igen, én lepattattam nagyon gyorsan, mondom, köszönöm, én ebből nem kérek. János elvetette, nyilván, mert hogy ugye pénteken reggel az Euronics áruházban leszünk majd kitelepülni. Euronics. Euronics. Ja, úgy hívják? Ja, oké, hát ki minek olvas? Ki hogy olvassa, igen. Hát mondom, én a régió játékboltat is hallottam már Red Joe-nak. Menjünk, anya, gyere, menjünk a Red Joe-ba, vegyünk valami ajándékot a gyereknek. Szóval, hogy a Euronics-be megyünk, és János elhatározta, hogy nálam szeretett aludni, mondtam, hogy a házba biztos nem. Uh-huh. Ezért a barát az barát. Hát a gyerekek, a barát az barát, így van, tehát János jön a kertbe holnap. Szent és értetet, én ezt tiszteletben tartom. Nekem ezzel semmi gondom nincsen. Meg szép az a kert, nagyon. Ha nem tudok majd aludni, mert ilyen Cult Rise című dalokat hallgatsz, medvesprével foglak lefogni. Ne, akkor menjél oda, légy szíves palaszkodni, ahol vettétek a nyílászárok. Szóval akkor medvesprével kell, hogy lefújjalak. Majd. Nem, majd amikor nyitogatod az ablakot, akkor majd hallod, hogy Master! Master! Most. Úristen. Jó lesz az. Nem baj. Ez egy nagyon rövid kényszerházasság lesz. Annyira. De én és a kertem között, ahogy ott sátrazol majd holnap a kertemben. Imádnám, és egyébként minden szansz megvan rá, mert miért ne? Lehet, hogy a gyerek tényleg ebbe az irányba fog elmenni, főleg, hogy én adok neki majd holnap este egy kis táptalajt, amiben majd szárba szökkentett, vagy hogyha tényleg rocker lenne a gyerek. Imádnám. És csak ezeket nyomnál ezzel. Komolyan. Én imádnám, hogy mondjuk 3-4 év múlva a Benny-nek a szobája tele lenne Slayer poszterekkel. És az apja nem tudna vele semmit kezdeni. Persze, hát ott hallgat zenét, ahol akar. Otthon. Bármikor érte a Total Metal klubba. Ott bömbölteti, odajár a fekete lyukba, vagy nem tudom. Fél, simán lehet egyébként. Simán. A Gánc nagyon szereti. És örülj neki, nem most lesz. Nem, a Gánc az például imádja, alig várja, mindig megkezdi, hogy mikor jönnek már erre felé. Mondom, ne aggódj, most itt vannak, most ott vannak, tehát a Gánc azt kötelezőszerűen hallgatja. De nyilván azért, mert van egyfajta. Apu is hallgatja. Apai beütés, igen. Slash, nem ő, de miért Rózsi? Na, tehát, hogy pénteken Buda Őrs, ugye, Euronics, mindig keverem. Mindig. Én tudjátok, hol a műszaki áruház. Euro. Igen, Euronics előtt leszünk. Rengeteg tévét lehet majd nyerni, a nagy ajándékokat, baromi sok mindennel készülünk. Lesznek játékok, úgy egy gyertek, látogassatok meg minket. Viszont, nem sok településünk lesz már. Ami belefér, azt azért megcsináljuk. Ja, hát persze, igen. Behúzunk mindent, igen. Amit csak lehet, de mondjuk az idő miatt sem. És úgy néz ki, hogy péntekre jó időt mondanak. Bizony, tehát, hát ma is sütőnap, nézd meg, szikre. Nagyon jó, csak csütörtök esnyére mondanak mínuszokat. Kettő, de aztán melegszik, már péntek reggel már minden rendben lesz, csak akkor, amikor én kint a kertben csövezek, akkor nem. Az esőtől nem kell félned, mondom. Tehát, hogyha nem lesz eső, a locsoló el tud indulni. Persze. Tehát a locsoló 2 óránként meg tudja locsolni a kis sátradat. Kell teszt a sátornak, most te úgy vetted, kell teszt a sátornak, te ezt úgy veszted, hogy trópusi eső. Meleg, de... milliméter per óra. Na most remélem nem 2-10 lesz egyrészt, mert mondjuk a széllel szemben is egyébként meglehetősen jól tartja magát a sátor, 50 km per órás szél szelet is kibír, és megnéztem az olyan eszen, hogy 55 várható. Tehát... van egy ötös. De van szélárnyék, nem? Ha valahol van, de oda nem enged be. Igen. Valahol van. Igen. Annyira látom, hogy a kerítésen kívül egy ilyen kopár dombon fogsz aludni, Jani, hogy... Dombra nem lehet felállítani. Dombra nem? Nem, lejtőre nem, csak vízszintes talajra. Aha. Igen, és azt mondja, alácsövezett gyeptéglára. Azért mondom, a helyszínen változtatnod kell majd. Tehát 2 óránként megszólal egy ébresztőra, felkapcsoljuk a kinti reflektorokat, tit, hagyja el. Leone 5-10-es, Leone 5-10-es, mondja a nevét. Megyek, Bali. Arrébb kell mennem. Az első cövek beverésénél fogadjunk, hogy az öntözőrendszeredet fogja szétcseszni. 100%. Nem rakunk cöveket, téglával lerakjuk a sátrat. Mi van? Nem rakunk cöveket. Tehát, hogy téglával. Ott elspicceled nekem az öntözőt. Ez súlyos. Illetve hát aláírok egy felelősségi vállalási szerződést. Tehát, te fizet, újra csövezed a kertet. Mindenféle kárból. Figyelj, akkor lecsavarozom a fűtött kocsi beállóra. A viakolóra. Onnan nem tépíthet semmi. Tényleg, és mi van, hogyha tényleg picit hangosabb vagyok, akkor szomszédnéni? Nem nagyon fog szólni. Nem? Nem nagyon fog szólni. Ja, már elintézted? A szomszédnéni, szomszédbácsi. Néha levesz a tépet a szájára. A szomszédnéni, szomszédbácsi már megszokták, a jobb oldalon pedig rendes fiatal srác, akik a
párjával és a gyerekével, úgyhogy hozzá vannak szokva ahhoz, hogy történnek a kertben dolgok. Történnek a kertben dolgok. Tudják, mi is kijárunk a kertbe. Na, mit kaptunk? Megjött a fánk! Na most erre viszont én nagyon vigyázok. Köszönjük szépen, nagyon drága. Nagyon szépen köszönjük. Na most én erre nagyon fogok vigyázni. Ez a kis doboz. De ez a kis dobozos fánk, ami pénteken eltűnt. Van. Ez az a csodafánk. Ez az a csodafánk, ami pénteken eltűnt, mert valaki ellopta a hajóról a fánkomat. Egy dobozni fánkot, és most megkaptuk a kárpótlást. Köszönjük nagyon szépen. Köszönjük. Puszik, drágák vagytok. Így de van. Most ez megint három doboz, csak mondom. Hát ez mind viszed? Uh-huh. Erre most mind rámegyek. Tehát ezt nem hagyom. János már elvitte egyet pénteken, neki már nincs. Na jó, neki de nincs. A másik kettőt nem vittem el. Tudod? Tehát a másik kettőt azt nem én vittem el. Tehát csak mondom, mert én csak a saját fánkját vitte. Jó. Hát az de na, volt, hát neki így van, nekünk meg nem mondjuk, volt, így igaz. Jó, hát most én kértem, 3-4-5 neked ez volt. Ez a vonat elment, mindegy, amire most jó helyen aludni, fánkot is enni, de azért álljál már meg. Azért nem minden azért nem lehet. Na, hallottátok, hogy mi történt azzal a celebeket meghódító edzővel, aki bejárta, hát nem mondom, hogy a világ sajtót, de a honi sajtót, bulvár sajtót, mert hogy celeb lányokat hódított meg, és állítólag egy idő után már mindenki hozzájárt, és az újságban megforduló magyar hírességek nála edzettek. Azért, mert ő egyébként nagyon készségesen adta át az edzéstervét, és közben állítólagosan oda-oda ért a celeb lányokhoz. Mi is beszéltünk róla, így hogy vajon ki lehet ő, és ugye szóba hozták különböző hírességekkel, mert hogy minden celeb lány egy időben hozzájárt edzeni. Igen. Ő egy ilyen lakásos edzésvonalat képviselt. Ha ő volt az, akire ha mondom. Ő volt az, így van, ilyen loftlakásban edzette a lányokat. Aha. És állítólag ugye hírbe hozták egy celebbel, akit ő megzsarolt, mert hogy készített egy videót. Ami elég nagy az odaérésről? Igen. Készített egy videót, finoman szólva, az odaérésről. Így aha. Van. Ami elég nagy butaság volt, mert hogy ő aztán zsaroló levelet küldött ennek a celeblánynak és a párjának, hogy fizessenek sok-sok millió forintot, vagy pedig kiteszi az internetre ezt a videót, amit éppen odaér az egyik celeblányhoz. És az a hír, hogy megverték csúnyán. Nem kirúgták ebből a budapesti kornéteremből. Csak elesett hátul a lépcső. Hátul a lépcső, nagyon csúnyán összetörte magát. Kirúgták ebből a jó nevű budapesti kornéteremből, aki ugye hát nem csak edzette a magyar hírességeket, uh-huh. hanem meg is hódította őket, és hát az aktust videókamerával rögzítette. Beszéltünk arról, hogy mit csinálsz egy ilyen zsaroló videónál, amikor ez megérkezne a férjedhez vagy a feleségedhez. Engedsz, nem engedsz, fizetsz, nem fizetsz. Minden esetre most egy szemtanú nyilatkozott, hogy amint egy nő belépett a terembe, egyből rárepült. Ó. Oh. Egyből rárepült, a testi adottságainak és a dumájának köszönhetően hamar célba is ért. Uh-huh. Nyilatkozta egy szemtanú, aki vagy így, vagy féltékeny, vagy nála nem ért. Vagy ő célba. Is célba ért. Vagy ő is, hát vagy ő is célba ért, így van. Pár alkalom után írja a szemtanú, már lehetett látni, hogy nem csak azért járnak hozzá a csajok, hogy formálják a testüket, hanem hogy jól érezzék uh-huh. magukat vele. Uh-huh. Nem szépíten buktak rá, mondja a titokzatos szemtanú. És a felkérés az aktusra, az mindig egy kérdés volt. Még egy kis kardió. És innen tudta, hogy mi következik. És hát az edzőterem vezetőinek elege lett ebből a vad románzól, illetve többről is, és kirúgták. Nem okos ez a srác, tehát hogy azért azt valljuk bőszintén. Tehát onnantól kezdve, hogy valakit megzsarolsz, és azt mondod, hogy felteszed a videóját az internetre, onnantól kezdve te tudhatod, hogy senki más ismert ember, celeblány, nem fog oda menni hozzád, mert azt már egy kis lamúrért nem fogja senki kockáztatni, hogy utána úgy járja, mint mondjuk Kim Kardashian. Állítólag igen, többen is odaértek uh-huh. erre a sztorira. Ha azt számolod, hogy mindenkit megzsarol egy 10-essel, 10 millióval, és mindenki befizeti, akkor azért megvagy egy darabig. Uh-huh. Tehát a 10 celeblány megvolt, a 10 celeblány párja 10 millióval, az egy 100-as, hát azzal már így el vagy. Aztán pár év múlva feltűnsz megint, mint edző, személyi edző. Olyan miért nincs el, hogy celeb lányok kezdenek ki pasikkal? Igen, nem, hogy egy celeb pasikkal, celeb pasiknak a helyzetével élnek vissza. Tehát, hogy lemennénk valóba edzeni, és ott lennének lányok, igen. És kikezdenének velünk. Hellucska, hellucska. Gyere csak, hát te meg ki vagy kicsi srác. De jó az így. Húzockodunk, húzockodunk. Az a baj, te olyan pszichózisban vagy közben, hogy te nem veszel észre semmit. Erről sokkal beszéltem. Tehát egy kis melegítő nadrágodba, a kis fejed zoknitba, a kis atlétádba. 35. Stopperórával. 40. Másodpercet. Stopperórával a kezedbe veled nem lehet. Fincsi? Jó egyébként, tényleg.
Hát csak lenyelt, igen. Jó, hát most nézted, kell az, hát még leesik a vérnyomásod. De biztos van olyan hallgatónk, drága női hallgatóink, írjátok meg nekünk, hogy veletek hogyan próbáltak edzőteremben úgy kikezdeni, hogy vagy az edzőtárs, vagy a konditeremben gyúró, vagy pedig az edző próbálta veletek valahogy összeszűrni a levet, és kikezdeni veletek. Ugye ez baromi kellemetlen is tud lenni, amikor te lemész edzeni, jól nézel ki, te jogázol, vagy kardiózol, és megérkezik a prédára leső, ugye, nagyvad, és hát megpróbál benneteket felszedni. Milyen hülye duma volt, mit mondott, hogyan próbálkozott? Ja, tehát tényleg az öltözőbe beszökve, vagy pedig a kardiogépen próbált titeket felszedni. De írhatnak pasik is, akiket csajok akartak edzőterembe felszedni. És ők a címet is írják meg, hogy hol edzenek. Elmész oda? Elmész oda kicsit. Tök hülye helyzet egyébként, hogy ott van egy jó csaj. Mivel indít az Gyurz Bébi? Hát szerinted? Ez kicsit Gábor Isós. Ez kicsit Gábor Isós. Nekem ez egy kicsit múlt század. Nem, amott te hülye barom. Nem, két sarokkal arrébb edzek. Igen, a helyzetet tudom nehezen elképzelni, hogy egyébként ez hogy van. Lent jogázol, és akkor megjön a Pumping Iron Team. És fölfújja. És azt... Nálatok soha, vagy nevered soha nem kezdtek ki? Soha? Edzőteremben, mikor nem mentél edzeni? De csak fiúk. Nem volt ilyen? Igen, akkor mindig hátalatom, hogy átmentem egy másik géphez. Szia, kicsim, zuhanyzom. Igen, ez a kicsi, addig szaporoz. Szia, levelek. Használod a gépet? Használnád. A zuhanyzóban találkozunk, kicsi morzsa. Nagyon helyes kis desszert leszel nekem a zuhanyzóban. Én már végeztem. Otthon szoktam zuhanyozni. Nem. Te most fog zuhanyozni. Nem hoztam tiszta hason. Annak törők között. Na, én drága hallgatók. Én is tisztára lehelhetlek. Ez úgy érzem, ilyen saját élményből táplál. Igen. Akkor ott leszek a hajszárító. Tisztára melegre fújnak. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Hogy milyen volt, amikor a személyi edzőtök azt vettétek észre, hogy egyszer csak több... Máshogy fog, és máshogy nyúl hozzátok. Elkezdett a fületekbe suttogni valamit. Többször lépett oda, hogy kicsit segítsen a mozgáson, mert nem csináljátok jól a fenék, vagy a lábgépen a mozdulatsort, és megpróbált segíteni. Tehát ezt kínos... annyira láttam, és annyira átlátszott tényleg, amikor teljesen indokolatlanul odalép hozzád a személyjegyző, és vagy lépett a lányhoz, és gyakorlatilag átölelte, fogta a csípőjét, fogta a vált, tehát az egész gyakorlatilag letapperolta, semmi nem indokolta, semmi szakmai. És érted? Láttad, hogy nagyon nyomul? Rám koncentrálj! Koncentrál súlya! Így van! Végighúzod, teljes mozgástartományban! Mutatom a mozdulatot! Érzésem, de milyen perver személyedző lennél, Lőrice. Nem látjátok, hogy milyen fejeget vág közel, a legperzebb személyedző lennél valahol, Lőrice. Nyitnunk kéne egy gondi tervet. Pervers gym. És te lennél a személyedző. Jó, de személyedzők is írnának nekünk egyébként. Mert az az oldal is érdekel, hogy körülbelül milyen a találati arány. Hogy csinálják. Tehát itt már írtekünk személyedző, erre is kíváncsiak vagyunk, hogy én nem kertelek, én személyedző vagyok, én két alkalom után rákérdezek, hogy kávéedzés után. Tehát, hogy milyen hatásmechanizmussal dolgoztok, ezt írjátok meg nekünk, jó? Illetve tényleg csajok is írjanak, akikre rohadt kellemetlenül repült rá egy személyedző, és nem tudták levakarni. Hogy akkor mondják, alapjában termet vált, azt gondolom egy idő után. És hát mit csinál? Megunod. Nem? Megunod a testi kontaktust. Na, várjuk az SMS-eket, írjatok nekünk. Jó, jövünk ezzel az SMS-ekkel a hírek után. Kilenc. Lesz kettő persze. Viki behozott ide 60 darab tányért. Mert szeret téged. Mert szeret. Gondoskodik, érted? Ne nyújj hozzá, kérlek. Na. Jó, most már 80 darab van. Nem tört össze egyáltalán egyik sem. Nézd, pakott. Igen, hát nézd meg, milyen kis rendben. Én annyira kicsi itt a hely a pultomon, és így be lett ide rakva még 100 darab tányér. Betettem a földbe, csak aztán ezek felborultak. Nagyon jó játék volt a mokkában. Szenzációs, az volt a kérdés, hogy ön féle még attól, hogy a Teréz körúti robbant.
akkor lehet ez az igen, nem, aha, szerintem elkapják a merénylőt. És akkor kijött az igen, 58%-ban, nem, 16, nem tudom, igen. Tehát győztek az igenek, vagyis önök félnek, akkor nézzük, mi a nyeremény. Hogy ők félnek. Teresz körülti robbantós kérdésünk, következik egy nyereményjáték. Nagyon érdekes volt, nézzük, mi a nyeremény. Egy páros belépő valamilyen fürdőbe. Szenzációs. De amikor a kérdéseket megírják, akkor így elgondolkodnak, és szerkesztően, valami aktuál kellene. Igen. Mi lehet valami, most, mi lehet? Hát ez a robbant. Hát tényleg most mindenki erről beszél. Ha legyen ez. Volt ebből egy-két sokkal durvább egyébként, igen, de nem is volt annyira durva. Volt egy-kettő, egy kereskedelmi tévé. Gratulálunk, ön megnyerte. Kereskedelmi tévébe leszaladtak ilyen eldöntendő kérdésbe, utána nyereményjátékot csináltak belőle, volt egy-két keményem. Na nézzük gyorsan az SMS-eket, ugye arról beszéltünk, hogy milyen az, amikor az emberek kikezdenek úgy egy konditeremben, hogy igazából nem akarja, és hát próbált tiltakozni, aztán pedig termet vált. Első SMS-ek vannak. Futógépen futottam, a 20 perc utás végén észrevettem a tükörből, hogy néz hátulról egy 120 kilós kigyúrt fickó. 110 kilós kigyúrt fickó. Amikor befejeztem, azt mondta mosolyogva. A futás második felében már egészen bekeményedett a feneked. Mire számított, hogy erre azt mondja, hogy igen, gyere, de válaszoltam meg neki, úgy látom, neked meg egész más, és felejts el, üdv Attila. Tehát Attilát kiszúrták. Kiszúrták a teremben, igen. Nálam az ex kapcsolatom ezért ért véget, barátom elkezdett járni zumbára, aztán egy hónap után kezdett fura lenni a kapcsolatunk, kérdeztem tőle, mi a probléma, erre természetesen azt mondta, semmi. Észrevettem a pláza parkolóban, mint a zumba edzőjével összeborulva nyalakodik az autóban, a mai napig nem beszélünk. Kaptuk ezt is SMS-ben. Nekünk az egyetemen azt mondja, hogy a helyes technikát kellett elsajátítani, nem tudom pontosan, hogy milyen órán. Hátulról meg kellett fogni a 60 éves tanárnő csípőjét, hogy érezzük, mikor vesz levegőt, majd cseréltünk. Lehajolva kellett levegőt venni, míg ő ellenőrizte a csípőnket. És rátette a kezét a csípőnkre, hogy jól csináljuk-e. 20 éves srácok voltunk. Tipikus. 60 éves tanárnő és 20 éves... Már nem ez a tanárnéni. Igen. Kis fogás is fogás, tudod. Azt mondja, hogy engem az első edzés után többen is próbáltak felszedni, ugyanis akkor hát estem a futópadról, hogy nézni is fájdalmas volt. Minden konditerem ez megy, nagyobb a fertő, mint gondolnátok. Hiába vált az termet, a következőben is ez működik, szinte mindenki mindenkinek megvolt. Van, hogy a személyedző a vendégeknek segít, hogy fel tudjon szedni egy másik vendéget. Mert nyilvános kerítés dolgi, persze. Igen, mit hagytam én? Mindenki, hát látom, és aztán az öltözően orgiák vannak a sauna mellett. Ezért jársz te mindig a hotel, amikor megyünk a hotelek edzőtermébe. Nem, Feri, ezért tornázok inkább a szobába. Tehát, hogy ne kelljen ilyesmiknek kell kitenni magam, hogy bekevédett 10 kilitán a segget, Janika. Érted? Tehát nem kell nekem, hogy ott egy Dezső odaálljon. Akkor inkább a két medve, Nógrád. Ezt figyeld, ezt a sztorit. Nekem az első pár napban már fura volt a dolog, észrevettem, hogy kicsit másképp néz rám. Egy hét múlva már fogdosta a lovaglóizmom. 30 napos program utolsó hetében szándékosan elgáncsolt, és rámesett. Szándékosan elgáncsolt, és rámesett. Kapaszkodásképpen a melleimet vette igénybe. Ez milyen szellemi szinten van? De nyomorult. Most elgáncsollak, és rádesek. Jaj, összegabolyodott a lábunk. Hogy kerülök közelebb, ha elgáncsolok. Nálunk egy srác mindig eltaknyol a futógépnél direkt. Nagyon szánalmas, de csak vagy kinevetik, vagy segítenek neki. Láttam, ahogy célba ér a kisköcsög. Nem már! Ez jó, igen, a szánalmat keltesz magad iránt. És aha, akkor jönnek, elmagyarázza a gépet, meg kicsit, akkor már elindult valami közöttetek. Jó. Nekem is ez kellett volna. Tehát, hogy amikor mert volt annak idején rekreációs kártyánk egy másik cégnél, és akkor én azt kihasználva mindig lejárogattam ott egy ilyen óbodai teremet, akkor nekem is ez kellett volna, hogy jaj, a vádli begörcsölt, és akkor összeesett. Szállamocsarásnél futógépre, ledob magáról a gép. Segíts! És akkor hátha jön valami jó nőszten, segít? Mik estem le futógépről, az nem annyira szórakoztató. Nem, vicces, mi? Nem. Futott a futógépen, és egy barátom direkt fölnyomta, ameddig csak tudta, és ugye már nem tudsz rányomni a stop gombra. És ugye hát az elesés az a következőképpen történik, tehát ráesel előre a futógépen, és ugye a futószalag az úgy, hogy van, kivág a falhoz. És ilyen rettenetesen nyomorúságosan a kezed, lábad szana szét, ugye hozzávágott hátul a falhoz. Sírt mindenki, rohadt megalázott. Szép volt, Bali.
Csodálatos, mert láttam, mondom, mindig így szállok rá, de hogy így, azt nem tudod kivagyarázni. Az szörnyű. Nekem már mondott ilyet egy kétajtó szekrény, miután lejöttem a futópadról, hány kilométert futottál, mondom, aki tizet, hű, az gombócból is sok. Biztos fáradt vagy, jól esne egy masszázs. Faj, de rossz duma, úristen! Inkább megölném magam, mint hogy egy ilyet elsüssek, nem? Ez annyira kellemetlen. Nem, én nem hiszem, hogy ezzel oda lehet érni. Tehát van, aki még ezeket benyalja. Igen. Jó, egy masszázs esetleg jól esne. Igen. Én tudom, hogy te a tejedbe hogy csinálnám. Tehát, na. Oda mennék ez a húzózkodóhoz, tudod, és aztán emelj fel, és akkor... Felemeltem. Onnan jön a szúrás, látod? Na, várjál. Nézd, emelj fel, dobjál már fel erre a húzózkodóra. Felemelted, és ja, akkor engem? Már... Hát így, hogy csajoznék? Nem, hogy hogy csajoznék a te helyedbe. És akkor ott már elindul, hozzád ér, megemel, ránézzel, te emeled, meg visszemeled. Tehát ott már elindulna egy ilyen, valamilyen kis testi kontakt. Csak el kéne játszanom, én nem tudok annyira húzatni. Még léci, tartsa, léci, léci. Jaj, most jó. Igen. Jó. Hát tudod, sokkal amikor... jobban megy, annyira inspirálsz. Tudod, van, amikor támasztják a lábat, mert igen, úgy húzatkodnak. Kicsit fogja a térdedet, támasztja a lábadat, te nagyon húzol, nagyon húzod, inspirálsz. Mondom neki, hogy inspirált, azért az működne szerintem. Inspirálj még, jobban inspirálj. Egy mókás kis puki. Hogy nem érezze, hogy a tűrődik. Hol érzék is van. Az nem biztos, hogy az a célba jönne. Láttátok a csonka picit egyébként, hogy kigyúrta magát? Nagyon. Hát jó, nagyon. A szett, jó az én izom. Ezekre mindig kíváncsiság borák kattintok tényleg ezekre. Így kigyúrta magát, úgy kigyúrta magát. Miért csinálja ezeket, de tényleg? Tehát látszik egy olyan fotó a csonka picin, amikor egy bordásfalon, egy húzózkodó rúdon, ugye húzózkodik, de a bordásfal fokaiból látod, hogy olyan alacsonyra van téve ez a húzózkodó rész, hogy szerintem áll a, igen, áll leér a lába. Tehát konkrétan leér a lába. Pici, valami jobb, mint ki kéne találni, hallod? Hello. Hogy most edzesz. Aha. Pucsász, mint hogy úgy, de valójában nem is. Nem is. Nem kell, mert megerőlteted magad, meg akkor leizzadsz. Az meg nem jó a fotón. Van, akik nagyon szeretik ezeket. És a szettjét láttad, hogy miben egy? A kockás kolodgatyája az számomra csúcs. Ez az a fajta kolodgatya, amiből simán kilóg a heréd. Tehát megvan az a kolodgatya, tudod, amit csinálsz egy ilyen terpeszt, és azonnal. És a középső, azonnal integet. És hogyha a középső varázs egy picit fölhúzódik, akkor az egyik heregújod biztos, hogy ott azt mondja a lábad. Vannak egyébként olyan celebek, akik ezt imádják. A Szabó Győző az előszeretettel fotóztatta magát ilyen edzés között, azokat is imádtam, de a kedvencem Gesztesi Károly teljesen egyértelműen. Őt láttam egy pár héttel ezelőtt az egyik ilyen képes magazinba. Ő is egy ilyen fürdő kis gatyába volt, ilyen hogy hívják, ez úszónadrágba volt, papucsba. Tehát, hogy a papucs, ezt kifejezetten ajánlják egyébként. konditermekben, vagy papucsban edzél. Igen, és félmeztelenül felül. Ő félmeztelenül volt. Tehát, hogy azért képzeld már el, amikor ott hívják, hogy... Valahogy nem látom magam azt a Story magazinban. Valahogy nem látom azt a Story magazinban, ahogy állunk ott félmeztelenül. Neki egy nagy egészséges testudata van. És képzeld. Igen, ő meri vállalni önmagát. Na, amikor Karsi szeret félmeztelenül mutatkozni egy csomó újságban meg. Szóval, hogy igen. Strandolós képek. Tehát, hogy ezzel nincs baj. Van csonka számunk? Kívjuk már fel a hírek után a csonkát. Hát ha... Nekem van csonka számát, még ez a számat, tessék? Hát ha nem edz. Csak hogy mennyire gyúrta ki magát. És hogy miért csinál ilyen fotókat a bordásfalon lógva, ahonnan egyébként nyilván a linoleumon van a lába. Teljesen egyértelmű, hogy nem tartja magát a levegőbe húzózkodva. Tehát hogy ezt ő miért csinálja? Kérdezzük meg tőle, hogy pici, ezt miért csinálod? De most hát komolyan edz? Mire? Kb. Annyira komolyan, mint amennyire Gáspár Győző edzett. Ezeket is imádtam. Nem tudom, hát személyi edzőhöz jár, igen. Na, megpróbáljuk fölhívni. Alszik még ilyenkor, biztos alszik, nem? Á, 9-5 percem. 9-5 percem már rá lehet csörögni. Jó, 9 után, mert nem fér bele. Jó, úgyhogy... Ha azt meg nem érik, akkor meg tényleg hívjuk fel Gáspár Spartacus Győző. Hogy ő hogy csinálta, mi? Szemetek vagyunk egyébként. Ő is tök sokat lefogyott. Fogyott, az tény. Fogyott, igen. Igen. Csak ott is az hírek arról szóltak, hogy kigyúrta magát. Meg hát látunk egy-két remekbe szagott Photoshop képet is. Meg ugye elindult egy fitness versenyen is. Ahol egy induló volt a kategóriájában. Celles kategória, megnyerte. Volt is háborgás a fitnessesek között. Úgyhogy egyébként ingben volt. Megnyerte a celeb kategóriája? Igen. Nem volt meg rajta senki.
neki csináltak egy kategóriát, de meg is nyerte. Nem csináltak mondva. Egy kategóriát. Igen, nem második neki. Lett, első. Na, az a durva, amikor csinálnak egy kategóriát, és nem tudod behúzni. Neki győzni áramlásra. Nem vagy egyedül, de nem tudjuk odaadni az aranyat. Nem jár az arany, egyszerűen nem tudjuk odaadni. Képtelenek vagyunk rá, hogy megkapd az aranyat. Ha egy ezüstben benne vagy, oké. Ha nem, akkor elnapoljuk az aranyat. És annyi kritikát kapunk már szakmai molnáról, nem adhatjuk oda. Igen, visszatartjuk az aranyat, vissza kell, hogy tartsuk. Na, megpróbálj följönni Csonka picit csak, hogy meséljen nekünk, és adjon erőt másoknak. Hogy ő most mennyit edz tényleg? Hát tudod, a fánk. A fánk. Nem, az átok. Azon nem. Felgyorsult karma. Valakiről valamit mondasz, mert utána már elmegy a hangot. Szóval picit megpróbáljuk felhívni csak, hogy meséljen nekünk, mennyit edz. Meg hogyan ott mindig egy szori fotós. Nem? Hogy nem. Hát együtt edzenek. Picit szeretjük egyébként. Az na, mindjárt hívjuk, szóljatok neki, jó SMS-ben esetleg, hogy keressük, hogy vegye föl nekünk a telefon, magánszámról fogjuk hívni. 6 perc, 9 óra, mutatjuk a beugrót a hármas ugrásra, figyeljetek! Na, ez igen. Annyira szép volt, hogy elállt a szavunk is. Abban a pillanatban, igen. Ez legalább új volt. Van egy fontos hírünk, hogy így jelen pillanatban bombariadó van a budaörsi Tesco-ban. És lezárták a Tesco-t. Reméljük csak vicc, ugye, ahogy szokott lenni. Rossz vicc. De igen, de mostanában ez nem vicces. Gyerekek vicc. Ráadásul óriási dugó, úgyhogy mindenki kerülje el a környéket, mert hatalmas a káosz. Hatalmas a káosz arrafelé. Befele, kifele a budaörsi Tesco az teljesen behalt. Onnan most nehéz kijutni és nehéz arra felé menni. Ha valakinek ott van dolga, lehet, hogy jobb, ha elnapolja. Oda megyünk mi is egyébként. A közelben. Az Euronix-ben, nem? Oda megyünk. Jó, az reméljük nem előre nekünk szól. Csak. Illetve hát én oda megyek, ahol vissza. Ja, hát te jössz velem, mert nálam az, hogy csütörtökön, igen. 5 perc, pontosan 9 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk vissza mindjárt. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Klassz! Csak slágerek. Klassz FM, a rádió. Time to wake up now. Morning Show! Klassz FM hallgató! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning showja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Ne gyerekeskedj, Jani, nyomas valami trashmetált. Semmi közem hozzá. Gyerekek, trashmetált, az csak a testemen keresztül lesz itt ebben a rádióban. Sem a Green Day-hez, sem az Offspring-hez semmi közem nem volt, bár mind a két zenekarnak vannak jó dalai. Nem azok, amik lementek, vannak jó dalai. Káosz van Budaörsön, és nem Budakeszin. A hírek közlekedésében mondtam be a hölgy. Én szerintem Budaörst mondtam, lehet, hogy Budakeszit mondott, azt nem hallottam, de mi azt kaptuk, hogy Budaörsi Tescóban van. Hallgató írta Budaörst. Riadó a Budaörsi Tescóban lezárva, Budaörsi Tescóban bombariadó van. Aha. Én ezt mondtam. És... Aztán a BKK-nak a Facebook oldalára meg azt írták ki, hogy azt mondja, hogy a 22-es autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Budakeszi Tesco Park Center végállomást hatósági zárás miatt. Aha. Tehát, hogy itt én most nézem Budakeszi közben... vagy Budaörs, hát nem mindegy. Szerintem az Budaörsön van, ma hát, maga a bombariadó. Én a hírkereső nem találtam meg fent egyiket se. Mm-hmm. Hogy a fene se tudja. Jó. Jó, írjátok meg nekünk, hiszünk nektek, tényleg nem akarunk senkit dezinformálni, írjátok meg, hogy hol van bombariadó. Jó, tényleg ne vigyetek minket el a Málnásban, mert... Bemondjuk, hát nem vagyunk ott értelemszerűen, persze, tehát abszolút, ha valamit kapunk, akkor azt nem tudjuk eldönteni, hogy így van-e vagy nem. Mondunk mindent, amit látunk. Vannak még közlekedési híreink, pesti alsó rakparton nagyon lassú a haladás, szerintem minden reggel, 10-es, 11-es út is elesett, Budakesziről nehéz bejutni, trafi van az M7-es Sóstói pihenőjénél, a 94-es kilométernél Nagykanizsa felé, valamint ugyanez a trafi, illetve egy másik, de ugyanúgy trafi az M3-as 185-ös kilométernél Kavics Budapest felé.
Tehát Trafi az M3-os 185-ös kavics Budapest felé Bali. Uh-huh. Tehát a 185-ös kilométer kövénél gondolom, én csak át kell formálnom, hogy értsem. Trafi a Podmanicki utcában, a Dózsa felé, Csabi, köszi, hogy elküldted, és nagy pusztán mérnek rendőrautóból, 70-es tábla van. Somogyban van. És kint egyébként most gyönyörű idő van. 7 ágra süt a nap, én nagyon remélem, hogy holnap is az lesz, és amikor majd becsöngetnek, akkor egyrészt olyan. Nem hiszed azt, hogy népszámláló vagyok, másrészt meg beengedsz. És ott fogunk majd azt együtt. Azt nem hiheti, mert ez elektronos. Igen? Aha, kiküldik, képzeld el. Most van valami. Mikrocenzus van, elsőjétől jön. Mikrocenzus, az van a gatyám, az mikrocenzus. Ez egy nagyobb cenzus, ez nagyobb, mert 440 ezeren kapnak levelet, nem kötelező kitölteni, és elektronikus, tehát e-mail címre jön, úgyhogy te hiába csengedsz be, Jani, bárhova. Ja, nem az, hogyha jön, be kell engednem, ez nem de az? Nem kell, nem, mert kell? Mondom, nem személyesen esetemben jön. Esetemben igen. Igen, Janit mondjuk nem baj, ha beengeded. De mire számítanak, mit akarnak tudni? Mindent. Hogy hányan vagytok? Igen, hányan vagyunk. Hogy éltek, mit csináltok, fontos képet kapunk a háztartások és a családok főbb jellemzőiről és a lakásállomány főbb adatairól. Mi van, arra nem akarok információt akkor nem szolgáltatni. Kell, nem kell, tehát nem kötelező a mikrocenzuskodás, de hogyha megjön, akkor kitöltheted. Tehát akkor postaládába megy be. Elektronikus, e-mail. Hát várjál, de az e-mail címét, akkor ezt értem, hát de elektronikus postaládába. Ja, úgy igen. Nevezzetek ezen össze. Honnan tudják az e-mail címemet? Ez lenne a kérdésem, hogy az honnan van? Honnan van meg az e-mail címem? Honnan is kiadta? Te adtad kiadta meg, miért sugtad az e-mail címemet? Tudom, hát mondom, de hogy nem. Akkor eljárás, vagy esetleg vádalkult kötés. Tudjátok, tegnap kérdeztem, hogy a geszti kéri az e-mail, odaadhatom el, na ez volt az. A mikrocenzus a geszti. A rákaukciórá, van valami gond? Nincs, de lehet. De ez egy jó kérdés, hogy honnan tudják az e-mail címedet. Figyeljetek, nekem itt van. Nem ilyen, hogy Sebestyén Balázs kukac gmail, tehát nem ez vagyok. Aha. Tehát, hogy akkor te nem kapsz. Hanem Sebestyén pont Balázs. Kukac gmail.hu, erre írja. Hát lehet, hogy van generátor, hogy megvan a névsor, és akkor abból elkezdi generálni. Jó, most egyébként ellepődjünk meg, amit nem tudnak. Nem? Szóval így e-mail cím. Azt írja? Én hazudok. Ez az első alkalom. Ha nekem küldik, én hazudok. Abba baj nem lehet. Én az igazat nem mondom. Egyszer láttam a saját mappámat, abban mik lehetnek. Ellenőrizni nem ellenőrzik. Akkor meg... most akkor mit számolnak? Segíts egy kicsit. Mondom, mekkora a lakásod, milyen a fűtés, hány szoba van, hányan laktok benne. Ilyeneket kérdeznek. Nem, mert ez úgy van, hogy ha együtt működsz, az jó, ha nem működsz együtt, hát az is jó. Akkor ki kell mennünk személyesen felderíteni. Nemzetközi vándorlás, egészségügyi problémák. Nemzetközi vándorlás. Saját jólét. Ilyeneket fognak kérdezni. 1-10-es skálán ön hogyan értékeli az életét? Jól él, vagy értem, nem él tehát jól? Egy kérdőívet kell kitölteni. Elégedett vagyok, nem vagyok elégedett. Mivel nem vagyok, és mivel vagyok? Igen, nem van, vagy pedig van olyan, hogy meg vagyunk. El vagyunk, vagy lassacskát, köszönöm. Köszönöm, öregen lassacskát. Vagyogatunk, drága nagyuram, szőröm, vezérem. Na jó, oké, hát jöjjenek. Aha, nem, te kapt, most nem. Na most akkor elolvastad? Kapsz izét, várjál, tehát valóban elektromos lesz, de kapsz egy levelet, igen? Ami felkéri és egy szükséges kódot tartalmaz. Ezzel te be tudsz lépni a rendszerbe, a kód alapján, és akkor ott tudod kitölteni. De megyek tovább, a válaszokat ezután is, ugye megkapják elektronikusan, október 10-től pedig számláló biztosok keresik fel azokat, akik az online kérdőívet nem töltötték. Ja, tehát mégis jönnek. Tehát akarod, hogy online nem akarod, jövünk nem, személyesen, nem engedsz be, jövünk hátulról, nem engedsz be, lemászunk a kéményen. Mindenképpen bejutunk hozzá. Jó, akkor anya, készítsd azt a csipkebogyószörköt, azt a 2010-est, ami le van a pinyóba, polod le az ürgét, a tereferekekszet is készíts ki egy kis tányérba, aztán jönnek, akkor megkínáljuk őket. Hát barátságosak legyünk mindenki. Jó, hát jöjjenek. A cenzus hozzám. Szóval így is, úgy is. Igen. Ez a, egyébként ez is? Ez is a neve, az elnevezés, nem? Én is azt mondtam, hogy kötelező válaszolnom. Így is 2016. Ha ez volt az, ennek összefüggésében olvastam, igen. Akkor én azt olvastam, hogy ez kötelező, de egyáltalán nem biztos, hogy erről, és nem egyáltalán nem biztos, hogy ez. Aha. Minden más timmel? És lehet, hogy ez csak egy fél információ. És lehet, hogy most nem mondok mindent teljesen. Jó, hát mindegy, jöjjenek. Aztán majd meglátják. Várjuk őket. Főjük a csonkát? Persze, kérdezzük rám. Már meg, csak hogy mondom, hogy most veszek medves sprayt. Nehogy aztán arcon fújd őket. Érted, szlovákba. Nem e-mailen küldik, postaládába lehet netten is kitölteni, és kötelezettük helyre. Postáján a levél, elektronikusan töltött ki, és azt írják, hogy kötelező munkádról, iskolai végzettségedről. Megint nyomoznak. Befalazom a postaládát. Hívjuk a picit. Befalazom a postaládát. Vajon
Látták neki a drótot, hogy keressük? Biztos. Edzés közül senki nem meri zavarni. Nyertél! Bandi Buddy! Bandi Buddy! Bandi Buddy! Nyertél! Nem mondjátok meg, mit nyertem. Egy lehetőséget, hogy beszélgess velünk. Persze, közvetlen a szannal a biztosok után élvek. Felhúztuk a témát. Milyen egyötört a hangod? Ez már az edzés? Miatt van? Nem, azért arra gondolok, hogy edzeni kellene, akkor ilyen gyöngy meggyötört a hangom. Egész életemben ilyen volt, hogy ismered a hangomat. Igen, de mi ezért szeretünk? Szóltak, hogy keresünk? Szóltak? Kaptál SMS-t, hogy a Baliék rólad beszélnek hívni fognak? Igen, és egyébként is nagyon szorul aludtam, hogy majd valami történni fog reggel, és ez vagytok ti. De ez örülök nektek. Hát ritkán zaklattok, hát tavaly nyáron zaklattatok utoljára, akkor azt hiszem a Shrek miatt. Nem emlékszem. Én is rosszul aludtam. Mi van? Miért aludtunk rosszul? Te tudod annak az okát, hogy miért alszunk néha rosszul? Nem tudom, mit jelent a front jelenség, de általában a bizonyos emberekre, mint rád és rám, ezek szerint hatással van. De én zaklatottan alszom ilyenkor. És én ingerlékeny vagyok, de most nem, most kedves. Nem, most akkor jobb kedved lesz. Figyelj, láttunk egy-két fotót rólad, és láttuk, hogy nagy edzésbe kezdesz. Illetve pontosabban kezdtél. Csak aztán rajtad maradt egy francia rúd fekvenyomás közben. Ne, hogy ez most egy komoly elhatározás, hogy nekiálltál személyi edzővel edzeni, mert láttuk a fotókat. Hát én igen, azt gondolom, szeretnék egy piaci részt betölteni ezzel az edzéssel, hogy hát ha feláldozhatóban még bekerülhetek a következő epizódba. Nem tudom, mindenképpen valamilyen módon ez egész életem arról, hogy megúsztam az ilyen testmozgásos dolgokat. Ugye a gimnáziumban felszálltam a buszra, amikor körbe kellett futni a pérmezőt, és voltak ilyen húzásaim, de mindig azt hallgattam, hogy mennyire, miért nem adtok enni ennek a gyereknek, miért vagy el sován, stb. És gondoltam, hogy akkor egyszer már életemben nekirugaszkodtam Katus Tamásnak segítségével egy olyan 8-10 évvel ezelőtt, aztán ott meg volt egy pár év szünet, és most azt gondoltam, hogy kicsit késve, hogy itt az idő, hogy egy kicsit újra magamra szedjek. Egyszer át akarom élni azt az érzést, milyen az, amikor valaki kihízik egy nadrágot, mert ugye mindenki csak kifogy, vagy én is kifogytam egész életemben, de én ki akartam hízni, és most sikerült. És az a kép, ami készült rólad egy bordás falon. Az borzalmas. Hát az hogy? De hogy közben látszik a képen, hogy valószínűleg nem van a lábad a földön. Csak úgy csinálsz, mint a húzózkodnál. Az a kép törgy egyébként nem az egy hülyeség. Hát így nem tudtam húzózkodni, mint egy óvodás játék falon de és az a gatya, az meg elnézést. Na azt a nadrágot kikérem magamnak, de tényleg. Szóval ez a kockás flott gatya. Jó, hogy te hoztál szóban. Igazatok van, ezt már le is vettem, tehát már eltemettem. Most már mesztelenül nyomod. A gatya nélkül. Pedig ezt sose fogod látni. Nem, köszönöm. Aranyos vagy, nem. Szóval, hogy nem volt ami normális cucc, vagy hogy ez? Én szeretem egyébként, csak ilyen atok jellegűnek tűnik ez a kis kockás nadrág. Évek előtt egy jó ötletnek tűnt, de nem az. De vagy hogy ez egy vacak ötlet volt, de egyébként ez esküszöm, hogy nem tűnt a drág, mert a drág, hanem ezt úgy vettem, mint sportadrágot, de nem jó, tényleg borzalmas, hogyha levetettem. Én nem hoztam a drágot. És mi most az edzőtermi trend? Tehát mit csinálsz? Egy súlyzókkal edzel? Vagy akkor crossfit ezzel? Amikor egyedül jártam le egy ideig, akkor mindent elcsaltam. Beszélgetek, csalok, telefonálok, mindent csinálok, és akkor úgy adom végre, hogy mégis voltam edzeni. Ez egy hülyeség. Úgyhogy most van két edző is, akinek rágom az idegeit. Itt mellettünk van egy konditerem, és igazából amikor ráérnek, akkor felváltva tudnak is foglalkozni velem, és hetente háromszor, azt mondták, hogy aki hetente háromszor nem jár le, az ne is menjen, mert legalább heti három kell ahhoz, hogy látszódjon. Hát most nem mondom, hogy látszódik, de azért látszódik kicsit, mert hisztam 5 kilót, mondjuk ez se látszik annyira, de én érzem, tudom. De jó, elkezdtél edzeni, és egyből felszettél 5 kilót, ez jó? Hát nem most, hát azért már 4-5 hónap ezelőtt, de ahhoz kell tényleg le kell járni hetente háromszor. Már 4-5 hónapja edzel, vagy 4-5 hónapja hisztál? Nem, 4-5 hónapja edzem, így ilyen intenzíven, de ez azt jelenti, hogy de akkor ezek régi, nagyon régi fotók, ugye? Sajnos nem. Tényleg igazad van, az a fotó úgy néz ki, mint hogyha még soványabb lennék, de nézzétek meg az online, ott jobb fotók vannak, mint az újság. És van ilyen előtte-utána képet, tükör előtt? Láthatunk majd ilyet? Az imádom, hogy előtte, és mint a 9 hónap múlva, és egy utána képet. Csináljál egyet. De most már minek? Most már a hülyeséget, most ennél jobban nem leszek. Én most gondolom, legalábbis arra satszolok. De előbb-utóbb azért csak elkezdesz nőni egy picit előbb-utóbb. Gyerekek, hát hova nőjek már? Hát Schwarzenegger már kiöregedett, de én is lassan. Mert úgy szokták, tudod, azt úgy szokták, hogy csinálnak egy előtte képet, csak mondjuk egy év múlva csinálnak egy mellé tesznek egy másikat, hogy mi a fejlődés, vagy mennyire látszik. De az előtte állapotom már túl vagyok. Mondjuk az előtte képnek ott van az elmúlt 40 év. Válaszol nyugodtan. Ma is mész?
Ma nem megyek. Ma pihenőnap van. Ma nem megyek, ma próbálni megyek, meg nem mondom még, mert hogyha most elmondom, hogy most hova megyek délelőtt, akkor megint elkezdtük cinkelni. De, ezért se cinkeltünk. Súlyfürdőre kell már neked is járni? A Lukácsba? Nem, képzeljétek, hogy újság mellékleteként megjelenik majd valamikor novemberben a legsikeresebb dalaimból, nem mondjatok semmit. Jézus, egy Úristen. Na mi lesz a másik 9, mert én egyet tudok. Hihetetlen. Hogy fogják megtölteni azt a célét, Pinci? Mondd meg nekem őszintén, mert egyet mindenki tud, de mi a másik 9? Először is kettőt legalább tudnod kell. Legalább kettőt. Jó. Van az egyik, aminek nem mondjuk a címét, és a másik, amelyiknek... Hát a meg a dong, akkor mondjuk így, nem? Állj meg, kislány! Az állj meg, kislány! Totálisan most készül, és Malek miképpen Amerikában ma reggel küldte az egyik alapot, úgyhogy nagyon jó lesz. De az és van már lemez melléktete a Sudoku magazinnak? Marika, most már majd lesz. De mi az oka ennek, hogy új dalok készülnek? Nem kaptál elég visszajelzést az előzőekről, pici őszintén? Igen, tudnak mindentek is, ez nekem nagyon fontos mérszöveg az életemben, tényleg. De azt gondoltam, hogy akinek megvannak ezek a lemezek, hogy elvetem tervezések, megvannak a régi lemezeim, azok is megvehessék, hiszen lesz a három dalom, viszont sehol máshol nem lehet hallható, csak itt. De lezártam a témát, egy reklámot megérdemlek azért. Meg, mondja nyugodtan! Tíz, örülünk, hogy tudunk egy kicsit segíteni, mondj nyugodtan ezzel intro. És akkor most mész felénekelni? Tehát most mész a stúdióban? Majd délre, Rakoncaihoz megyek, igen, Pancsi Viktorhoz. Ó, csokoltatom a Viktort, mondd meg neki. Jöjjön sportolni, mert állandóan csak dolgozik, üzenem neki, hogy ne lógjon. Ja, hát te ugye? Hát ha nem lógna állandóan, igen, de elmerült a munkában, úgyhogy már nagyon régóta nem láttam. Neked hát ez egy jó végszó lesz ennek a beszélgetésnek, hogy Alkonyi Viktorról beszéltünk, és hát köszönöm a megkeresést. Mi is köszönjük. Nagyon köszönjük. Nyomjál gyorsan 10 fekvőt most. Jó? Ezt nem közvetítem. Csókolok mindenkit. Vigyázz magadra. Csókoltatunk. Szia, Pici. Ciao. Szia. És csak óvatosan az énekléssel. Mi árt a hangszálak meg. Mindenki érdekében. Kiderült a bombariadó, gyerekek. Na. Mindkét Tesco-ban bombariadó van. Akkor mindenki igazat mondott. Tehát Budaörsön is, és Budakeszin is. Igen. Miért csinálják ezt? Itt valami osanos lehet, rászálltak a Tesco-kra. Hát mind forra, mindkét Tesco-ban, nem? A gyerekek, így beindult a konkurencia harc. Valaki átcsörgött az osamból. Szóval a Budaörsiben és a Budakeszi Tesco-ban is állítólag bombariadó van. Köszönjük szépen az információt. Na jó, helyes a Pici, egyébként én kedvelem. Nagyon jó arc. Miért van az, hogy mindig, amikor olyan emberrel beszélgetünk, aki éppen életmódváltáson megy át, és rengeteget edzenek az érdekében, meg odafigyel táplálkozására, pihenés és stb., és mi hívjuk, akkor aznap mindig pihenő napja van. De van ilyen is. Hát kell mindig akkor pihen mindenki, amikor mi hívjuk. Kell egy kicsit pihen is. De ez jó, hogy sportol, mert ez támogatjuk. Ez jó. Csak kicsit szívjuk a vérét, de szeretjük ott. Na játszunk egyet, már itt is van egy hallgatónk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Hello, sziasztok! Ciao, hello, hogy hívnál? Robi, hello Robi. Honnan hívtál minket? Hajtáról. Mi van, Robi? Meglepődtél? Meg. De miért? Mert írtál SMS-t? Igen. Hát azért a visszahívjuk, aki fölismernek egy-két általában vissza. Visszahívjuk. Aha. Ki az, aki ott drukkol nekem? Munkatársak. Igen? Óriási vagy, tök de jól szeretem. Tök jó arc vagy. Jól van, figyelj ide, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem ez egy kicsit nehezebb kérdés sor. Van, aki segít, Robi? Vannak, remélem. De remélem filmes kérdések is lesznek. A filmes kérdés egy darab nincs benne. Jó vagy filmből? Uh-huh. Mi a kedvenc filmed, hogy mit láttál mostanában? Mondj, ajánlj nekem valamit. A Tégla. Hát az, de egyébként jó film, az egy remake, de jó. Most jött le, kevesen szídelték? Most tudod lezedni, vagy egy 10 éves filmről van szó. Ja, tudom, de ezt már látom. Jó, az egy Scorsese film, hát az egy nagyon jó kis film egyébként. Igen. Leonardo DiCaprio. Jó, nagyon jó. Igen, Matt Damon. Jussi Nendur. Jack Nicholson. Igen. Na figyelj, hány perces harmadokból áll egy jégkorong mérkőzés? 5 perces. Hosszú előjű játék után egy rövid befejezés, Robikám. Akkor 15 perc lenne az egész. 20 perc? Na, 20 perc, ja. Hát persze, tényleg. Hát az 5, de a vízilabdára gondoltál, ami szintén nem 5, de hogy nagyjából oda tehetted. Meg ja, a... nem baj. Nem, nekem már ez is légy. Picit elkapottad. Sokot kaptál. Lehet. Igen.
Robikám, hát akkor elköszönünk. Jó, sem baj. Köszi. Jó, én is köszönöm. Szia. Hello, Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Rob alapvetően pozitív ember, nem? Na, szeretem, hogy őt ezen keserítettem. Nagyon szimpatikus embert ismerhetünk meg. Igen, nagyon ügyes volt. Bomba Radio az szuper. Tegnap Csepelen Bomba Radio volt az egyik bamban. A Budakeszi Tescóban már szeptember 29-én volt bombariadó. Tegnap a Pécsi Árkádban volt bombariadó, úgyhogy úgy látszik, hogy megindult a bombariadó. Szórakozás, az a baj. Illetve nem baj, tehát addig jó, amíg nincs bombari, tehát nincs benne konkrétan bomba, de ez se vicces. Igen, csak hát ott keresztbe veri egy csomó embernek a napját, meg egyáltalán egy idiotizmus. Tehát ha valaki ezzel szórakoz, miért nem játszik mással? Abból több öröme lenne. Igen, 9:30 van pontosan, jövő mindjárt a nap legjobb pillanatai. Három, négy, tíz lesz, 7 perc, tudom már, mit csinálsz november után, Feri. De jó, végre, köszönöm az ötletet. Mi az? Tudom már, most jöttem rá. Na. 160 és 200 cm-es szurkolót keres, tehát 160 és 200 cm közötti szurkolót keres. Vagyok. Az MTK, hogy te legyél az MTK libája. Hogy mi? Nem vál, nagyon mi, jó. Mi az, hogy MTK libája? Kérlek szépen, ő Gedeon, az MTK megalapításának 125. évfordulójára megjelentő egy gála estem. Aha. De ez még régebben történt. Őt kerestek most, hogy valaki legyen liba. Ja, hogy be kell igen, be Gedeon, az MTK kabala figurája. De így van. Jó. Őt szokták mindig megverni a szurkot. Aztán a csapat. Jó. Tök jó meló. Lesz egy kiválóan megépített stadionod most. Hát az milyen szép, te a két vége, főleg a kapu mögött. Azt láttátok? Igen. Az egész egyszerűen elképesztő. Csoda szép. Azért igen. Jó, mert Tomi azt ígérte, ugye, hogy ilyen nem lesz a világon több, ez európai színvonalú lesz. Igaz. Ez sikerült. Igen. Sikerült, Tomi, gratulálok, mert tényleg nincs még egy ilyen. Igen, az Orbánnal is akarják a fejüket, most akkor ez kompatibilis. Ugye az MTK stadionját elég furán építették meg, mert hogy van a kapu, és mögött egy betonfal. Igen. Egy nagy betonfal. Tehát innentől kezdve, ugye, aki bikázik, az áruló, mert ha nagyot bikázol, de nem találod a kaput, akkor rohadt messze pattam vissza egyébként a labda, és vissza kell rohanni a középkezdésig, hogy ott találd meg a labdát, hogy a lapus azt, a kapus ez nagyon jó. És a kapu fölé fölraktak egy eredményjelző táblát, tehát rosszul rugni is tilos, mert nem árt, vagy az eredményjelző tábla nem szereti, ha bikáznak. Nem. Tehát a 16-oson belül csak kicsit lehet rugni, se a betonfalra, se az eredményjelző táblára nem lehet. Szenzációs konstrukció, én nem is láttam még ilyet, komolyan mondom, ez elképesztő. Ez azért jó, mert az MTK csatára például tud magának adni egy saját, egy pasztért. Igen. Kérdés, hogy a kapu mögött kint van? Mert a kapu mögött nincs kint, akkor vissza tud passzolni. Újszerű futball. Előtte a kaput átapalzott, már kint lesz szerintem, de... Igen. Valami szomorú, ennyi pénzből megépül egy stadion, de komolyan mondom, a 150-edik, de tényleg minek. Közben, mert ráadásul az MTK szurkolók is utálják, nem? Szóval, hogy így, akkor már legalább nem lehetett olyat építeni, amit mindenki szereti, szívesen jár ki. Egy ilyen beton dzsungel lett az egész. Soha semmi, és én életemben nem láttam ilyen konstrukciót, hogy a kapu mögött betonfal. Nem. Hát ráadásul az teljesen szurkolói hely. Hát, hogy egy csomóan szeretnek oda ülni, mert ugye pont látod a támadás szemből, és utána pedig a saját csapatodét. Tehát, hogy ez egy tök jó hely. De... Gágogjál nekem picit. Ú, ez valami nem, nagyon, ez valamilyen torokgyíkos liba. Nem. Lelkesen ott vagyunk a meccs. Nem. Megvan a melon november után. MTG. Gágogják ki. Szerintem nem rossz. Nem én rossz. Szerintem megvan az MTK új kabala figurája. Nagyon menő. Szerintem november után kiváló. Az a baj, hogy új kígyóson a másik oldalon álltunk. Mindig új kígyós nagyon híres volt a liba tömésről. Uh-huh. Nagyon sokan csinálták, tehát ott mi voltunk, akik ugye dugták le a torkukon a csövet. De az a baj, hogy itt mi fogunk cumizni. Hát bizonyám. De figyelj, sokkal jobb, mint hogyha zöld sas lennél, mert azért 300 ember elől meglépni, meg 5000 elől azért nem ugyanaz. És szerintem 300 elől meg fogsz tudni. Igen, de szerintem ebben összebeszéltek a focistákkal, tehát én el tudom képzelni, hogy azért építették egyébként oda azt a betonfalat, hogy ott már senki ne nagyon csúszson be. Uh-huh. Mert ha nagyon becsúszol, felkerülsz a betonfalra. Tehát kvázi tulajdonképpen kicsit akarják segíteni a védőket és a kapust, nem? Mert ha ott közön becsúszás van, azonnal neki szaladsz a betonfalnak, ami a kapu igen. mögött van. Tehát kvázi, hogy gondolkozott az MTK építője, én a fiúkkal vagyok, ott már az alapvonalon már ne nagyon legyen ott már csúszkálódás. Ott már felkerülünk a falra, védjük a fiúkat, ott a csatár már nem vigyáz inkább, hogy ne törje össze magát. Úgyhogy ott a betonfal. Igen. Ha arra fölkerülsz, az nem szerencsés. Meg nem kintre kell a kerítés külső részére fújni azt, hogy dajcs takarodj.
Összefirkálták már tényleg? Majd összefirkálták, annyira kínálja magát, hát érted, hogy csupasz ez a foci. Én szerintem graffitiért kívánt. Hát de ott védelem van. Ez a focival együtt. Ott védelem van, oda nem mehetsz be csak úgy graffitizni. Belül nem tudod, belül nem tudsz. Mondjuk én, mint liba, be tudom vinni a izét a... sprayt. Oké, okay, de tényleg mondanak, tehát ez nem balesetveszélyes egyébként? De hát 7 méterre van állítólag az alafonnaltól. Igen, de képzeld el, amikor lendületből mész, hogy megpróbálod visszahúzni a pályára a labdát. Nem szeretnél az ellenfélnek egy szögletet. Érted? Menteni akarsz, vissza akarod rúgni, és lendületből mész, és... Érted? Spaklit! Nem hát szerencsés. Én nézem a kapu mögötti betonfalat, szerintem az egyébként nincs 7 méter. Jó, hát most ez van. Rosszul van fotozva. 7 métert mondanak? Igen, 7-et mondanak, hogy annyit kellett. Kellett a hely az 500 VIP vendégnek. Na mindegy, szóval megvan. Én szerintem meg vagyunk. Új, új, van új, van új melód. Én elmondom neked, hogy van új melód. Nagyon jó, én rákerestem. Tehát közben. Van remény. Szép a mez, egyébként igényesen csinálták meg a Gedeont a libát. Nagyon szép. Nagyon, és a métered megvan, a centid megvan, a hangod megvan. Ja. Simán elképzelhető. Jó, menő. Igen. Mert ugye a sassal volt egy ilyen, hogy csináltak egy sast, az nem ment. Nem ment, tehát nem tudom, emlékeztek. Hát ez nem sikerült túl jól. Ez a liba, ez nagyon jó. Gedeon a liba. Gá! Harcos. Nem tudod rosszul. Ezekből sokat gondolkodtok, hogy egy liba kabalálat. Hát, biztos van valami magyarázata. Jó, tudjuk egyébként, hogy tök vérmes házőrző a liba. Hát, hogy azért van benne keménység is. Igaz. Csak mondom. Hát, illetve tudod. Viccelsz. Elképesztő egyébként. Na jó, van. Jó, szóval erre gondoljál. Jó? Jó. Csak mondom, jó, hogy van lehetőség. Lehetőséged. Most én is beleférek, mert 160 centitől van. Hát lesz egy áliba, meg egy béliba. Tehát, ha az áliba kiesik, akkor te fogod helyettesíteni. Picit feltűdő lesz, igen. Hát vagy a papa és fia. Nem? Ez tényleg, liba, nagy liba. Tényleg a liba család vonult. Gedike. A kis Gedónak és a kis Gedi, igen, vonultok majd MTK meccsre. Na jó, mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Kim Kardashianról beszéltünk, az ő nagyon fura kirabelásáról. Ugye egy szállodalánchoz tartozó apartmanházban lakott ő egyébként Párizsban, amikor is egészen fura módon bementek hozzá a betörők, nem volt testőr, nem volt biztosítva az apartmanház, úgy bementek, mintha tényleg valaki saját lakásába menne be, és állítólagosan kirabolták Kardashian, ami valójában tényleg megtörtént, aztán már sokan írták, hogy lehet, hogy önrablásról van szó, próbáltuk kitalálni és rekonstruálni az esemény sorozatot, hogy hogy történhetett ez. Igazából ellopták ugye a 4 millió dolláros gyűrűjét, a gyémántot, leszettek róla minden ékszert, hál' Isten nem lett baja, ő már haza is repült New Yorkba. Viszont egészen elképzelhetetlennek tartottuk, hogy egy ekkora celebritás nem őriz senki, és két kopogás után kinyílt az apartmanház ajtaja, és bement rajta öt fegyveres. De igen. És fura, hogy éppen a férje Kanye West éppen anyagi gondokkal küszködik. Igen, szóval fölállítottuk meg biztosítva voltam. Egy összeesküvés elméletet, minden esetre elég sok a furcsa szál ebben a történetben. Erről beszéltünk, próbáltuk kibogozni, hogy hogy a fenébe történhet meg tényleg Párizs szívében egy világhíres celebben. Erről beszélgettünk, valamint a gyúrótermekről is. Mert hogy ugye picit gyúrni kezdett, de ez nem lesz benne az ismétlésen. Arról beszéltünk, hogy milyen kellemetlen az, amikor gyúróteremben akarnak az emberrel ismerkedni, mert hogy kirúgták azt az edzőt, aki állítólagosan celeb lányokat, hát hogy is mondjam, edzett a szó tágabb értelmében, és most az edzőterem ezt megelégelte, kirúgták, mi pedig arról beszéltünk, hogy kinek milyen ismerkedős kalandja volt már gyúróteremben. Jönnek már is a nap legjobb pillanatok. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 6 perc, hol a pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Mi újság? Én se járok egyébként most terembe, de ez nem feltétlenül azért van, mert hogy a terembe járó kukat minősíti, hanem egyszerűen, amíg jó idő van, én megpróbálom megoldani ezt a szabad levegőn mozgást. És aztán, amikor már annyira esik, meg annyira hideg van, hogy már fázom, meg sötét van este, meg korán reggel, akkor bemegyek a terembe, ott fel tudják kapcsolni a lámpát. És ott alad a négyüteműket? Mert ott is futok, körbe-körbe. Tehát nem állok rá a futópadra, hanem körbe-körbe futok a súlyok körbe. És a szabad az így jelent, felfestettél egy ugróiskolát, csak egy láb, két láb, fordulok, ezt csinálod? De kipróbálom, nem ezt csinálom, de kipróbálom, lehet, hogy ettől még jobban érezni. Futsz még tényleg? Futok, tegnap is, esőbe is futottam, képzeljétek el. Egy hős. Na, gyerekeknek edzés van. Lekapták a kamuró legszedet a kezedről, és... Lássák azt az ember. Elkaplak, gyerekek nem láthatják azt, hogy amíg ők edzenek, addig én az autóban ülve várom, hogy ők befejezzék, még én hazamegyek addig a meleg lakásban. Ha ők kim vannak az esőben, én is kim vagyok az esőben. Szolidáris vagyok velük.
Bali, hol a napi poszt a Facebookról, kérdezi valaki. Hát nem a mai napi, hanem az elmúlt 4 nap posztját keressük, de nagyon. Gyerekek, megugrott nagyon a dolog, kicsit visszakeverni, mert baj van. Hol tartasz? Szerződésszegés. Majd holnap pótoljuk Janival, vagy holnap után. Nem, pontosabban holnap. Holnap. Az kevés. Na, mondj egy számot, hol tartasz? Hát, 159-160. 250-nek kell meglenni november közepén. Vagy most. De holnap bepotolom, holnap élő bejelentkezés Jani sátrából. De jó, majd kiírjuk az idő, az persze, órát, hogy hány órakor, persze. Mert Jani holnap nálam alszik. Kint a kertben. Live in the garden. Live in the garden. From the garden. Igen. És szóval reggel behozott dolgozni. Reggel hozom dolgozni, mert megyünk az Euronics áruházba, és az ott van hozzám közel, és mondta, hogy ő nem akar utazni. Átjönne hozzám aludni. Mondtam, felejtsd, de hozzám nem jössz, ott nem fogsz teregetni, reddet rakni, tartályba vizet engedni, miközben fogat mosol, amíg nem jön meg a kellő hőmérséklet. Amíg zuhányzik, beszaladni és elzárni a meleg vizet. Én nem fogok a saját lakásomon matrózzuhanyozni, te nem fogsz a kádba ruhákon taposni, nálam alsógatyát nem teregetsz. Viszont kaptam pár négyzetméter első osztályú gyeptéglát. Jön hozzám, és a kertben alszik. De nem engeded befogat most nem, reggel. Én mondtam, hogy ha meg tudja oldani, kell, van kertislag, hosszabbító, áram, víz, fűtés, víz, tüzet rakunk, minden megcsak neki, a ház az no-go zóna. Reggel hova rakod a kábelt? Mit? Hozzom magammal. Úzis dobozt. Vannak, igen, alig használt ilyen mikros dobozaink, tudod. Yeah. A tujjákkal nem pisíthetsz, mert bebannulnak. Csak mondom, hogy azt meglátok ott bármi nyomot. A tujjáim az életemnél is fontosabbak. Majd valami, hogy hívják. Pisíj a teraszán, ott nincs tujja. Úgyhogy ő szólna. Már megvette a sátrat, képzeld, de megvette a sátrat. Tegnap elment sátrat tenni. Figyelj, ő tényleg ott fog sátrazni holnap este az én kertemben. Csak én akkor gondolkodom, hogy persze tök jó, meg lehet róla beszélni, de hogy nem lenne tényleg egyszerű, hogy taxit hívni a Jani házához aznap reggel. Mondta, hogy nem akar oda bumlizni, hogy ezeki messze van. Hosszú, érted? Hosszú. Taxival is? Igen. Hosszú, egyébként tényleg oda egy 3-4 óra, tőlem 5 perc. Addig alszik szépen. Reggel. Nem. És ez így is lesz. Megígértük, megcsináljuk, érted? Ez nem egy választási kampány. Titoktartásit iratok vele alá, nem szabad hallgatóznia, nem dobálhatja az ablakomat kavicsal éjjel 2-kor, amikor nagyon fázik. Nincs fotó. Nincs fotó, csendben kell lennie, nem játszik a gyerekkel. Tehát, hogy mindent leírt majd egy nagyon komoly szerződés. És Bali megmondta, hogy résen lesz, tehát azt se engedi, hogy például a Viki szánalomból kihozzon nekem melegvizes palackokat, hogy ne fázod a lábam, vagy ilyesmi. Rajta kapja, elveszik. Így van, tehát nincs. Ez egy reality lesz a kertemből. Holnap biztos maradt még valami baba őr a gyerekektől. Egyet rakjál meg ki oda az én mellé. Ja, egy ellégzés figyelőt? Baj van, Miki, baj van, fél órája nem lélegzik. Tényleg, hogy légzés figyelő kerben. Csatangolhatsz, járkálhatsz, tüzet rakhatsz, minden lehet. Terított még a wifid? Holnap kódolom. Holnap kódolom. Én nem fogok furamalac hangokat hallani a sátorban, miközben a gyereket fürdettem, és itt van az ablak, érted? Négyén kell leszedned a filmet. Te meg a sátorban majd, mami. Érted? Annak a gyereknek lelke van, az ott fürdik, tisztálkodik, érted? Hát közben malac hangok jönnek majd a kertből. Mi volt ez a hang? Aput, sem fog be a fület, sem. Úgyhogy nem lesz. Nincs wifi. Semmi. Majd, ha nagyon jól viselkedsz, és látom, akkor megosztom veled, de addig szigorú 3G. Az viszont nincsen túl sok a kertben, úgyhogy... Elviszem a gyerek DVD lejátszóját. A tűzhelyet már csak miattad nem takarom le. Annak örülök. Azt már csak miattad nem takarom le. Egyébként már eltéliesíteném, letakarnám. Van ilyen kis takaróponyvánk, hogy... Mézes fóliás halma lesz. Ugyanígy burgonya, meg tofunyás. De rohadt magányos leszel ott a kertben. Na, egyszer nyisd ki csak az ablakot, te leszel az első, aki... ez finom. Tényleg? Kóstolhatom? Kijöhetek? Picúr, tudod, megvárhatlak, pompom. A kis tofu nyárs polott. Nagyon jó az illata, és egy kis papucsba egyszer csak megjelenek a kis köntösömmel. És ellopom tőled. Így van. Na ezt rakjátok élőben. Lesz, élő bejelentkezés lesz, ezt megcsináljuk. Kárpotol a hallgatókat, mert nem volt most élő, meg kicsit lassítjuk a gyűlést. Holnap egy élő bejelentkezés. Jó, kaptok majd. Jani sátrában. Egy teafilter mézes almáj. Tényleg 10 perc wifi, ha süsz nekem egy almát. Tényleg. Jó, tehát ha megcsinálsz, 10 percet wifizhetsz, ha nekem csinálsz egy mézes almát. Minden egyes jó kaja, egy plusz 10 perc. Wiki, úgy értettem. És így menne, tudod. Na jó, 10 perc wifi, egy mézes almát. 10 perc wifi, egy mézes. Hát akkor egy zsákalmádban. Hozzá. Tüzet reggel eloltjuk, sátrat lebontjuk, és intelligensen, rendesen, akkurátusan füvet visszasöpedik, és mondta, úgy távozunk péntek reggel, hogy ott minden rendben van. Jó? Ugyanúgy 3-kor kell kelni a hajnalban. Persze. Ugyanott vagy. Elcsomagolod a sátrat, felveszed a sátorcöveket.
Hiszem, a kazettás magnumát is szólni fog, hogy indulj el egy úton, én is egy. Csak mondom, hogy van otthon sörétes puskám, tehát először a levegőbe fogok ülni. Ez jó lesz. Először figyelmeztető lövés lesz a levegőbe. Én meg viszont a medvesprét. Utána viszont már a sátorra lövök. Na, hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Szerintem még van hallgató, aki azt, hogy hűlünk. És ő nem tudja, hogy János tegnap megvette a sátrat. Tehát ő tényleg ott fog állni 6 órakor, 250 kilós Tesco szatyorra, hogy megjöttem, Bali. Live from the garden. Csak nézzük. Jó, élőbe bejelentkezünk. Tessék, Burik Attila. Attila, Morning Show, Balázs, szia, Jani Csabi. Szia. Hello, írtál nekünk SMS-t. Igen. Igen. Csak szerintem nem számítottál rá? Ne, kicsit sem. Bevallom őszintén. Hol hallgatsz minket? A fejedbe, hogy szellemes vagy. Hol hallgatsz minket, Attila? Dunakeszin vagyok. Dunakeszin. Munkahelyemen. Ugye Kim Kardashianról beszélgettünk, aki békésen pihent, ugye, vagy aludt, ugye, amikor kirabolták, és te azt írtad nekünk, hogy na most békésen aludt, vagy Párizsban? Igen. Teljesen beteg. Tetszett nekünk, szerettük, úgyhogy te vagy a naphallgatója, viszont nincs ajándékcsomag, nem mondtad. Így álltam, nagyon szépen köszönöm. Nem számítottál rá, vagy elfelejtetted? Cseppet sem. Kicsit beletemetkeztem a munkámba, aztán most nem itt járt az agyom, és nem számítottam le. Na, hát benne van. Nem gondoltam, hogy ez ennyire vicces. Szerettük, nem? Pedig szellemes. Pedig az. Ne szerénykedj, az volt. Jól van, azért a naphallgatója te vagy. Nagyon jó? Szépen köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz. Jó munkát neked. Köszi. Hello. Ciao, hello. Sokkal viccesebb, mint hogyha valaki 20-szor megírja, hogy én leszek a kerti törpe. Ha-ha. Tudod, tehát azt szeretem, amikor valaki azt gondolja, hogy egy ez neki jut elsőnek eszébe. Tehát, hogy így már most... De azért írják, mert hallják, hogy még mindig felhúzod magad rajta. Tehát, hogy azért küldik. Mert nem reagálsz rá, már nem küldenék. Csak mindig hallják, hogy berált. Mindegy. Rácsodálkozok én is újra a világ. Kaptunk kürtös kalácsot, nagyon szépen köszönjük annak, aki hozta. Igen. Még friss, meleg, meg lehet majd kóstolni a kürtös kalács fesztiválon is. Így van, köszönjük szépen. Csabikám, milyen zenéid lesznek? A Dua Lipát hozom nektek, akit már ismerhettek, hiszen már többször bemutattam őt, és a Bido One című dal a nagy sláger is lett itt Magyarországon, köszönhetően a Klassz FM-nek, és ő először dalokat hoz, és abból áll össze majd egy nagy lemez, jövő februárban fog csak megjelenni, és ennek a nagy lemeznek egy újabb dalát fogjuk ma elsőként megmutatni. Ennek az a címe, hogy Blow Your Mind. Tudjátok, ő az albán származású énekesnő, aki már Angliában él, és elég nagy sikereket ér el. Úgyhogy hallgassátok, mert jó lesz. Mm-hmm. Titeket ez meggyőzött? Nem. Hát gyerekek. A zene magáért beszél. Tehát ezt kell mondani. Felhúzhatnám még a dolgot, de azt gondolom, hogy meg kell hallgatni ahhoz, hogy tényleg meggyőzzön titeket. Tökéletes. Ez az albámból. Mert bármit mondok, úgysem fogjátok elhinni, mert én mondom, mert ti már egy ilyen prekoncepcióval álltok elém, bármit is mondok. Lehet, és hogy megvédte magát, és hogy kijött ebből is. És mondtam a tényeket. És hogy beifikláztad tegnap ezt a prekoncepció szót? Még mindig nem tudom, mit jelent, állítólag ide most én lett. Csabikám, meg kell nyugtassak, ezt most jól használtad. Köszönöm. 10 óra múlt 3 perccel Csabi jön a kívánság műsorra, ami pedig jövünk holnap 6-kor. Gyerekek, holnap visszatér hozzánk Bio Gabi! Tényleg lesz? Nem, tehát erre a kis időre még. Minek? Az pont két alkalom számolt ki. Akkor jöhet. Könyörületből. Könyörületből még kettőre elhívtunk, hát szám, max 3 van még benne. Max 3 van még benne. Kétszer. Így van. És ha minden igaz, akkor az X-Faktor mentora is érkeznek hozzá a gyerekek. Bája Alex csak telefonon, de jön a Peti, jön a Bája Alex, miért nem jön? Tóth Gabi, így van, kösz, nem csak érted. És a Gáspár Lacin gondolkoztam egy pillanatra. Igen? Miért nem jön a Bája Alex? Hát mit tud, mi vagyok én a menedzsere? Igen. Mit tudom én? Nem alszik mindenki. Hát nem jön. Telefonon fog bejelentkezni. Nem tudom. Lehet, hogy ide kellene költöztetni egy sátorral a kertbe, és akkor ő is. Ne nyújjuk az ötleteinket, jó? Jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Wake up, kids up. It's brand new day.